Bizáncban, Konstantinápolyban. Kimondta a Covid politikai járvány alatt, hogy az mRNA-s vakcina egyenlő a sátán bélyegével. Adjuk magunkba, gyermekeinkbe a sátán bélyegét? Gondolkozzunk el. Eddig is tudtuk, hogy a jelenések könyvében leírták, hogy a sátán bélyegét kézen vagy homlokon fogják viselni az emberek a végső időben. Ezt éljük ma. Ez már megtörtént az USA-ban, Európában, pontosan kidolgozták az 1-es, 2-es új interdigitális részébe teszik a chippet, csak azért, hogy fizethess a kezeddel. A fejen, a homlokon többnyire terápiának mondott célból tesznek fel chippeket, például, hogy epilepszia. De most elérkeztünk oda, hogy az mRNA-s vakcina hívő anyagai nem csak mRNA-st, hanem nanocsippeket, összeszerelődő robotokat is tartalmaznak, amellyel irányíthatnak bennünket az 5G által, melyet folyamatosan építenek ki az egész világon. Ma már nem kell a homlokra is a kézre sem tenni, már bármelyik oltásban lehet, így a gyermekek oltásában is. mRNA-s plusz nanorobot. Ezért, aki igazi keresztény magyar ember, csatlakozzon hozzánk és harcoljon velünk a gyermekoltások szabad szülői választásáért. Mi engedjük, hogy aki akarja, az választa a sátán bélyegét. De engedtessék meg nekünk is a szabad választás lehetőséget. Hiszen itt van mellettünk Ausztria, Románia, ahol már megvan a szabad választás. A gyermekoltások terén is. Vagyis nincs kötelező gyerekoltás. Ha én keresztény ember vagyok, Illés pátriárka a kinyilatkoztatása alapján kérhetem a szülői szabad választási lehetőséget bírósági úton is. Mint például az USA-ban vannak az amisok, akiknek semmilyen oltási kötelezettsége nincs, járványlezárás nem volt, Covid vakcina sem, mégis egészségesebbek a gyermekeik egy átlagos USA-beli állampolgárnál. Javaslom, indítsunk pert az oltások eltörlése, közösségünk által, illetve más csatlakozó közösségekkel együtt. Hiszen a Szkíta közösség szabad emberek gyülekezete. Harcolunk a Szkíta kereszténységért, és a gyermekeink és unokáink kötelező Big Pharma által gyártott vakcinák szabad választhatóságáért, akár bírósági úton is. Isten által kapott szabad akaratunk megvalósítása által. Lépjünk előre, nézzük meg, hogy demokratikusnak mondott idézőjelben nemzeti keresztény politikai hatalom szembeszáll-e Istennel, aki bennünk, a lelkünkben lakozik. Nekem ő mondta tegnap este, hogy mondjam el ma ezt itt nektek. A sátán bélyegére nem vagyunk kötelezhetők. Igen, mert ha elcsendesülsz, a te lelked beszélni fog te hozzá. Meg kell emelni a rezgésünket. A forrás energiáján keresztül, a nap által, a napisten által. A magyar néphagyományban napisten maga Jézus Krisztus. Ezt szerettem volna röviden mondani, és akkor kezdenénk a konferenciákat. Először következnek Guzeó András, egészséges nemzetet csak egészséges gyermekekkel képzelhetjük el. Hallgassuk őt! Félreverik a harangot! Figyelem! Baj van, nem is kicsi, valami baj van. Mert ez eddig működött. Most működik. Most nem. Szokjék csak a kedvéket. Nem.
aki úgy gondolja, hogy a Facebookon élő felvételeket akar kiközvetíteni, lehetséges. Tehát csináljátok. Terjedjen az a végkörtén. Mármint nem a most újra gondolkodni. Technika néha megvincel bennünket. Ami 10 perccel ezelőtt még működött, az most úgy gondolja, hogy nem működik. TikTokot mindenki legyen kedves töltsön a telefonjára, nagyon-nagyon fontos. TikTok mindenkinek ez a telefonja. Tudnám működteni a TikTokot, igen. Meg kellene tanítani ezt. Tudják. Addig egy kis figyelmet hadd kérjek. Elkészítettünk egy weboldalt, nála meg lehet tekinteni és be lehet lépni. Körülbelül 10 000 felvétel tekinthető meg az elmúlt 3 év alatt készült a Covid idején. Ezek nem csak tüntetések és egyéb események, mint a pápa látogatás vagy a foci EB, hanem boltok kirakatai, utcai plakátok, járművek, körülbelül 5 000 internetes képernyőfotó. Vissza lehet nézni, hogy mikor, milyen események történtek, ugyanis kronológiai sorrendben vannak feltéve. Mindenki megnézheti fotódokumentáció, videódokumentáció, amiket mi készítettünk. Bátran le lehet tölteni, főleg azoknak ajánlom, akik tudományosan szeretnék visszanézni az eseményeket, vagy bármilyen előadáshoz szeretnének információt és mögé szeretnének publikálni dolgokat. Szünetben, illetve a előadás végén nyugodtan keresenek meg, és megmutatom a hallgatást. Átadom a szót Sztregova Erzsébetnek, ő pedig a kis kiállításunkról fog beszélni. Egy egész napot töltöttem azzal, hogy nyomtassak, illetve keressek a Facebookon csoportokat és a Covid alatti haláleseteket. Hát nem győztem leszedni, amit mondjak. Rengetegen vannak föl. A technikai csodáról annyit, hogy tegnap 2 szupergépen akartam kinyomtatni, amit összeraktam PDF-be, és 2 leteljesítményű nyomtató azt mondta, hogy ő ezt nem nyomtatja ki. Úgyhogy egyenként kellett kinyomtatnom ezt a 90 darab fekete-fehér képet tegnap. A technika csodája biztos, hogy én rontottam el valamit. A Facebook letöltés képernyő fotóval nem vette be a PDF rendszer. De itt van, nézzétek meg, valamint itt van az oltásokról, hogy már 1920-ban lecsökkent a betegségeknek a jelentősége és darabszáma, és a 70-es években kezdték el az oltásokat, amikor már nem lett volna rá szükség. Nézzétek meg, köszönöm. Köszönöm a türelmet. Jövőnk záloga az egészséges gyermek. Kormányunk nagyon komoly erőfeszítéseket tesz a családok támogatásával, a nemzet fennmaradásáért, a reprodukciós képesség emeléséért, itt van a CSOP, a fertilitási program támogatása és a többiek. Mit él az egész, ha a született gyermek nagy része idegrendszeri fejlődési zavarral küzd? Egészséges nemzetet csak egészséges gyermekekre lehet alapozni. Mi van? 2013-ban a CDC történelmünkben először, a CDC az amerikai járványügyi hatóság, először nyilvánította ki, hogy a ma született gyermekek rövidebb életűek lesznek, mint a szüleik. Ma, amikor a Holdat, a Marsot ostromoljuk, a fehér ég szerkezetének titkát megfejtettük, ezeket mesterségesen elő tudjuk állítani. Eddig gyógyíthatatlan betegségeket meggyógyítunk, fertőző világjárványokat eltüntettük. Akkor mi rövidíti meg a ma született gyermekek életét? Mi változott meg a mi születésünk óta? A változások megszámlálhatatlanak. Keressük a közös tényezőt.
És itt vannak az életkilátások. Fönt két nyugati kapitalista országot látunk, ahol fönt a nők, alul a férfiak, és középen az átlag látható, és az elmúlt 50 év alatt gyönyörű szépen emelkedik az élet, és megyünk föl egészen a 80-as évekig. Ugyanez van Olaszországban is. És a két volt szocialista országban az 50-es, egészen a 80-as évekig megtorpant az életszínvonal és az élettartam emelkedése, és utána indult fel, és most pedig van egy jelentős hanyatlás mind a két országban az utóbbi években. Ez a hanyatlás, ez érződik a tőlünk nyugatabbra lévő országokban is. Mi változott meg a születésünk óta? A környezetünk és az alapvető élelmiszerek előállítása. 80 ezer új mérget állítottunk elő, amelyet használunk naponta, és ezeknek az ezred részét nem vizsgálták, hogy az egészségre ártalmas-e vagy sem. Az életstílusunk teljesen megváltozott. A táplálkozási szokásaink meg átalakultak. Az egészség védelmére kialakított rendszer egyszerűen félelmetes. A 40 védőoltás a néhány helyet, amit mi kaptunk. És a láthatatlan sugárzás, amivel körülvesznek bennünket, észre se veszünk, és hihetetlen károkat tud hozni. És ezek mind szerepet játszanak a romló életkilátásunkban. A jövő, a fertőző járványok szűntek meg, ugyanakkor újabbakat ismertünk meg. Korábban nem ismert betegségek jelentek meg, sőt, ezek szaporodása oly mérvű, hogy már autoimmun pandémiáról beszélhetünk, az autoimmun betegségek előfordulásával kapcsolatban. Itt van Alessio Fasano, aki a lyukas bélnek a föltalálója és kimutatója volt, egy előadásában négy olyan autoimmun betegséget hoz, aminek az utóbbi 60-tól 2000-ig utolsó 40 évben rakéta sebességgel emelkedik, és hogyha megnézzük az autizmust, ez még meredekebb ez az emelkedés, egyszerűen tragikus. És akkor itt van, amiért a vészkalandot kongatom, mert a CDC 2002-ben azt mondja, hogy 158 újszülöttől egy autista várható. Az elmúlt évben 28. És hogyha meghúzom a trendvonalat, akkor itt van egy évszám, metszi az alapvonalat. Ez azt jelenti, hogy egyből egy. Remélem nem fog bekövetkezni. Tehát, és a közben eső időben végzett számítások gyönyörűen aláfekszenek a trendvonalnak. Tehát ez ijesztően halad lefelé. Aztán itt van az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének a volt, ma már nyugdíjas elnöke, Ócsai Lajos a következőket nyilatkozza, hogy az EU tagországokban az EU kiadások 3%-át fordítják megelőzésre. A fekete hidlőt sikerült eltüntetnünk a föld színéről egy 20 éves nagy oltási kampánnyal. A USA-ban a járványos gyermekbénulást a 900-as évektől a 49-50-es évekig 360 ezer gyermekbénulást észleltek, és miután bevezették a védőoltást, a következő 30-40 évben összesen 360-an. Tehát a védőoltásoknak van szerepe, és nem rosszabb. Nagy-Britániában a méhnyakrák esetek 86%-kal csökkentek, miután bevezették a HPV-oltást. A vírusoltások egészségügyi és gazdasági előnyei Ócsai Lajos szerint azt mondja, hogy a vakcináció nem csak egészségügyi szempontból jár hasznos előnnyel, hanem a befektetésként is jelentős megtérülést eredményez. Hát itt van a kutya elhasználva. Növelő lakosság egészségben eltöltött éveinek a számát. Influenza vakcina után sokkal kevesebb a szívinfarktus, a stroke, a diabetes mortalitása, viszont arról nem beszél, hogy az Alzheimer-kór meg így emelkedik.
a várandósoknak influenza és szamárpörögés elleni oltásra lehet szükségük. A serdülő fiúknak pedig a méhnyakrák megelőzésére, vagy az agyhátő gyulladás megelőzésére. Köszönöm, hogy észrevettél. És azt mondja, a jövő fejlesztése mi vár ránk? Azt mondja, hogy a világon körülbelül 1000 féle fertőző betegség érkezik, közülük jelenleg 26 ellen létezik védőoltás. Mi vár ránk? Ja Istenem, 1000 védőoltás? Hát e felé meg. Aztán egy dunaújvárosi felmérés, ami a 14-15-ös években készült, 72%-ánál a végzős óvodás gyerekeknél idegrendszeri életlenség tapasztalható, az amúgy normális fejlődésűnek mondott gyerekeknél, ami az iskola kezdés előtt javításra szorult volna. A helyzet azóta sokat romlott, mondják a szerzők. Egy budapesti felmérés teljesen hasonló eredménnyel zárult, ahol 71 gyerekből 21% mozgás koordinációja teljesen éretlen volt. Hasonló dolgokról hallani a katonasággal való a sorozásnál is. A sorozásra jelentkezett katonák fiataloknak 20%-ánál több is alkalmatlan a katonaságra. És akkor nézzük meg, hogy a fertőző betegségek miatti halálozás hogyan alakult 1900-tól 2000-ig, tehát az elmúlt évszázadban, és gyönyörű szépen csökken, és elérünk a 80-as évekig akkor, amikor már tulajdonképpen a fertőző betegség iránt miatti halandóságról alig beszélhetünk. A környezeti és a személyes higiénia csökkenti a fertőzések terjedését. Az eredmények azt mutatják, hogy a személyes és társadalom higiéniájának javulása folyamatos és mérhető pozitív hatással van a fertőzésekre. És akkor egy szerző kiemeli, hogy az elmúlt évtizedekben a fertőző betegségek már azelőtt jelentősen csökkentek, mielőtt a vakcinákat bevezették. És ez a szerző páros, ez az Ayaló és Swanson hangsúlyozzák, hogy a személyi higiéniás viszonyok csökkentették a fertőzések terjedését, és megjegyzik, hogy hogy a fertőző betegségek miatti halálozás szinte megszűnt az általános vakcinálás bevezetése előtt. Svédországban, ahol a vakcinálás önkéntes, és az első vakcinát 3 hónapos korban kapják, az első években csak 9 vakcinát kapnak, és ezzel párhuzamosan a skandináv országokban az autista gyerekeknek a száma lényegesen kevesebb, mint Európa többi országaiban. Aztán kísérleti adatok egyértelműen igazolják, hogy 2-3 adjuváns együttes beadása, vagy az immunrendszer ismételt ingerlése ugyanazzal az antigénnel felülírhatja az autoimmunitás iránti genetikai érzéketlenségünket, azaz azt mondja, hogy autoimmunitást tud létrehozni. Úgy tűnik, hogy a mumps és a bárányhidő természetes átvészelése jobban biztosítja az immunrendszer szükséges immunegyensúlyát, mint a vakcinálás. A szisztémás autoimmunitás egyértelmű következménye az immunrendszer túlstimulálásának, az ismételt antigénekkel való immunizálásra. Felnőtteknél is bizonyított, hogy többszörös vakcina összefügg a többszörös autoimmun aktivitással. A szerzők felteszik a kérdést, hogy egy egészségesen fejlődő gyermek fejlődésben lévő immun és idegrendszere hogyan fog reagálni egy ilyen intenzív stimulusra. És akkor itt van egy pár elemzés, ahol nem több, mint 323 ezer gyermek adatait elemezték, a CDC által ajánlott vakcinákat mind megkapták, és egy kisebb százalékuk kapott kevesebbet. És azt találták, hogy a vizsgálatnak a fele alul vakcinál, a vizsgálataknak a fele alul vakcinált volt, és ezek 37%-kal kevesebbszer láttak orvost,
felső légúti fertőzés vagy torokgyulladás miatt. A szív is ugyanakkor szignifikánsan kevesebbszer kellett felvenni őket osztályra, kevesebbszer voltak sürgősségi ellátáson és ambuláns vizsgálaton is. És akkor egy kísérlet, ahol emberszabásúknak mondott majmokban, 12-ben és 4 kísérletben a CDC előírásának megfelelő vakcinát sorban és mennyiségben kaptak a majmok, és az állatoknál szignifikáns elváltozást találtak a 4. és a 6. hónapban, amikor MR és PET scan vizsgálattal vizsgálták az agyat, és azt találták, hogy szignifikáns elváltozás volt az amigdalában, ami a szociális és emocionális viselkedésért felelt, összehasonlítva kontrollokkal. Az oltott állatoknál szignifikánsan nőtt az agy térfogata, amit az autistáknál is fél éves kor után már ki tudunk mutatni. A tanulmány feltételezi, hogy a vakcinák összefüggésben lehetnek az agy fejlődésének szignifikáns zavarával. Egy másik vizsgálat, ahol a CDC készített egy olyan bejelentő rendszert, és ez a VAES-nek olvasott rendszer, ahol a vakcinák szövődményeit kell jelenteni. És 20 év alatt 38 ezer gyermek adatára elemezték, 90 és 2010 között, és azoknak a gyerekeket, akik 6-7-8 vakcinát kaptak, szignifikánsan magasabb százalékban kezelték kórházban, mint azokat, akik 2-3-4 adagot kaptak. A fiatalabbak sokkal gyakrabban voltak kórházban, mint az idősek az oltások után. A gyerekek, akik 5-8 vakcinát kaptak, szignifikánsan nagyobb esélyük volt az elhalálozásra, összesítve az 1-4 oltást kapottakkal szemben. Az első 6 hónapban vakcináltak, szignifikánsan magasabb esélye volt az elhalálozásra, mint azoknak, akik 6-12 hónapos korban kapták a vakcinát. Soha sem vizsgálta senki sem, hogy a CDC által ajánlott egy alkalommal többszörös vakcina beadásának milyen következményei vannak. És akkor Amerikában nem mehet iskolába az a gyerek, aki nincs beoltva, és ezért nagyon sok otthon magántanulóként tanul, és itt 606 olyan gyereket vizsgáltak, akik otthon tanulnak, és ezek közül 261 nem kapott vakcinát. És azt találták, hogy a vakcináltak magasabb arányban voltak allergiások, voltak idegrendszeri fejlődési zavaraik, azaz az ADHD csoportba tartozó problémák, mint a nem vakcinált társaiknál. És akkor itt egy ábra, amit William Shaw-nak a könyvéből vettem, és egy kerület Amerikának egy megyében nagyon szigorúan vették, vizsgálták és követték az autista gyerekeket is. 20 év alatt 200-at nem haladta meg az évenkénti autista előfordulás. Bevezetik a 3-as vakcinát, és ez ítéljék meg, hogy van-e valami köze a kettőnek egymáshoz, vagy nem. A kötelező oltások Magyarországon 4 hónapos korig, 16-18 hónapos korig, 24-13 éves korig, 37. Nem mondom a részleteket. Az egészségügyünk védelme minden áron. Ez a lényeg. Antibiotikumok adása már átok. Tönkreteszi a legfontosabb szervünket, a mikrobiomot. Elhitették, hogy a védőoltás a legjobb védekezés. A védőoltásnak csak jó hatása van, mellékhatása elenyésző. Nem kell vele foglalkozni. Korosztályunk, mármint az enyém, max. 8 oltást kapott. A mai gyermek első 2 évben 24 törvény által kötelező kap. 14 éves korában már 40. És akkor hát az oltások és a betegségek előfordulását megnéztem, az Európai Unió 30 országában a tetanol, a diperte oltást kapja. A diptériát nem néztem, mert az már kivezett a világból tulajdonképpen, de a tetanusz és a szamárkörgés még itt van közöttük, és látszik a felső bőrben mutatja, hogy mennyi az európai, 30 Európai Unió országban hány
tetanus fordul elő, és mennyi a halálozás. És hogyha összevetjük a halálozást az EU-ban, ahol átlag 13%, Magyarországon 53%, és Olaszországban ugyanez 2,4%, 750 eset Olaszország, 54 eset Magyarország. És ebből 2,4%, pedig 53. Tehát nem a vakcinával lesz a baj, hanem valahol a másik kell keresni a gondokat. Aztán nézzük a szamárköhögést. Szamárköhögés az oltások ellenére is, itt 30 év alatt a EU tagállamokban, azért vannak kiugrások, ez a szám mutatja, a maximum 50 ezer előfordulás, és a halálozás az nem 50 ezer, hanem csak 25. Az 50 ezerből 25 halálozás fordul elő, de praktikusan jelentéktelen, a védőoltások ellenére jelentkeznek ezek. És aztán a kanyaró, ami a mumus állandóban, és a járványok Romániában, és mindig Romániát hozzák, és nem olyan régen, amikor főnökasszonynál voltam, rögtön a Romániával például, hogy annak megint járványban Romániában is fölöslegesen vannak a gyerekek. Hát nézzük, hogy mi történik Romániában. Itt van az átoltottság mértéke, 100%-a, és az alatt a két vonal a két vakcinát kapott gyerekeknek az aránya, és 95%-os átoltottság, 96%-os átoltottságnál vannak kanyaró részleges járványok, nem országosak, és összesen 3 halálos esetet ismertetnek. Itt pedig egy picit több van, lényegesen magasabb, egy majdnem 10 000 kanyaró fordul elő, és abból évenként változó mennyiségben haltak meg. És hogyha megnézzük Ausztriában, ahol szintén nem kötelező a védőoltás, és akkor, amikor csak 75%-os az átoltottság, van járvány, és két halott fordul elő, és aztán utána vannak lokális, kisebb járványok, kiugrások, de haláleset nincsen. Magyarországon az átoltottság a kezdettől fogva, 1998-tól a mai napig 99% az egyes és 99% a kettes vakcinára, és nálunk nincs kanyaró és nincs kanyaró halálozás sem. És itt van egy eset, nem olyan régen jelentkeztek nálam, a gyermek első évében 24 vakcinát kapott, második évében 9-et, a hatodik évében 4-et, hetedik évében megkapta a 3-as oltást, és ezután egy hónapon belül epilepsziát jelentkezett, és azért harcoltak a szülők, hogy hát ne kelljen beoltani legyen, mert az oltásnak ilyen szövődménye volt. Jelen voltam a vizsgálóbizottság előtt, hát az acél az puhább annál, mint amilyen kemény a hölgy volt a lerázásban. És semmit nem fogadott el, semmilyen méltányosságot, és menjenek tovább. És a gyereknél megnézték az ellenanyag szintet a dipertérre, és nem találtak ellenanyagot, holott 5-szörös védőoltást kapott eddig életében, és nincs ellenanyag szintje. Akkor milyen jó ez a védőoltás? És hát itt megjelent az abszansz epilepszia, amelyik egy új kórkép tulajdonképpen, aminek a kezdő betűi a nics szót adják ki, és ez a neuroimmunkondicionál szindróma, ami nagyon gyakran fordul elő, nem csak védőoltást követően, hanem bármilyen fertőzés után is. A CDC 2024-ben revideálta a rutin vakcinációt, a gyerekeknek 17 féle vakcinából 90 adagot kell kapnia, az áldott állapotban lévő nőknek 4 vakcinából 4-et, felnőtteknek 79 éves korukig 4 féléből 130 adagot. Ha valaki utána akar nézni, itt vannak az internetes oldalon, ahol ezt meg lehet nézni. Aztán, ha megnézzük az édesanyákat, akiknek áldott állapotban valamilyen immunvezérelt betegsége van, gondolok itt szklerózis multiplexre, egyes típusú diabéteszre, reumatoid artritiszre, a születendő gyermekekben az autizmus valószínűsége sokkal nagyobb, mint azon anyák gyermekeiben, akiknek nincsen
immun vezérelt betegsége, tehát magas vérnyomása van, vagy valami egyéb problémája. Tehát az áldott állapotban a szervezetnek egy gyulladásos állapota kifejezetten rontja a gyermek esélyeit, az egészségre. Itt van a vakcináció sima Magyarország és Ausztria között, Ausztriában nem kötelező. Látszik, a zöld a magyar és a piros az a kötelezőt jelzi, a csíka, a kék az osztrák. Látjuk azt, hogy később kezdik, nincs kezdeti vakcina, egyedül a hepatitis vakcina az, amelyikkel gond lehet, illetve abban az esetben kötelező, hogyha az anya hepatitis vírusra pozitív. És látszik azt, hogy később és kevesebbet is kapnak. Ugyanez van a német oltási sémában is. A korai vakcinák miért nem jó? Röviddel a szülés után adott vakcinák csak rövid idejű védettséget adnak. Az immunrendszer teljes érettségét 3 éves korra éri el. Ezért a 6 hónap alatt adott vakcinák hatása limitált. Azért, hogy eredményeket érhessünk el, ilyenkor erős adjuvásokat, alumíniumot és higanyt kell adni, ami meg idegvére. Ebből köszönöm, nem kérek. Mi van akkor, hogyan reagál a szervezet egy természetes fertőzésre és a vakcinára? A természetes fertőzésre, amikor benyalom a vírust, a Balatonban az ott lévő falósejtek fölveszik, megemésztik a vírust, és a vírusnak az antigénjei kirakják a sejt felszínére, jönnek az immunsejtek, oda tapadnak, és gyönyörű szépen lelapják, és ennek alapján megkapják az információt, hogy mi jelen kell nekik majd ellenállókat elmenni. És ilyenek elindítják a B-sejteknek az aktivitását, azok immunglobulinokat termelnek és megölik. De közben aktiválják a memória sejtjeinket, és ezért egy életen át tart a védettség. A vakcináknál kimarad a memória sejteknek az ingerelése, egyből a B-sejteket ingereljük, és rövid idejű és csökkenő tendencia, és ezért kell állandóan ismételni és ismételni a vakcinákat. Itt viszont van higany és alumínium bőve. Hát az alumíniumot és a higanyt mindenféleképpen ki kellene hagyni. Az első találkozáskor, amikor a mikrobia az idegsejtek immunsejtje tulajdonképpen találkozik, akkor aktivált, érzékenyített állapotba kerül, és amikor újból találkozik vagy egy fertőzéssel, vagy egy újabb vakcinával, akkor már aktiválódik, és ez az immunsejt immunanyagokat, immunhírvivőket termel, és ezek az immunhírvivők a fejlődő idegsejtek helyrevándorlását, nyúlványképzését, szinapszis képzését megakadályozzák, és ezzel hihetetlen károkat okoznak az idegrendszeren belül. És akkor ez egy magyar szerzőcsoportnak a fölvétele. Tessék megnézni, a piros az idegsejt, a zöld a mikrobiasejt. És ezek élnek, mozognak, állandóan kapcsolatban. A zöld állandó kapcsolatban van az idegsejt nyúlványával, az idegsejt testével egy másik. És hozzák a hírt, viszik a hírt, és kapják, és adják egymásnak. Egyszerűen lenyűgöző, amit a mai technikában ezek a fiatalok meg tudtak oldani. Ez pedig egy zseniális vizsgálat sorozatnak az eredménye, amikor patkányok méhét fölvágva a bent lévő fejlődő gyermekek agyába, agykamrájába fecskendeztek szérumot. Egészséges gyermeket szült anyától vett szérumot, és autista gyereket szült anyától vett szérumot. Az első az egészséges, második az autista anya. Ez az idegszál, amelyiknek a végén ezek a szöszök az idegsejtek közötti kommunikációt képezik. Ezek kapcsolatában rejtőzik el a memóriát. Ha ilyen nincs, már pedig az autista gyerek anyjának a széruma ezt váltja ki a gyermekben, nincs kapcsolat, nem tud a memória elraktározódni, és nem véletlen, hogy fejlődési, idegi fejlődési rendellenessége van a gyereknek. Az 5 év alatti halálozás 1000 évre születésre, az 55-ös évektől kezdve gyönyörű szépen csökken, mi nem vagyunk az élen a 99%-os vakcinánkkal, hanem a 3. helyen vagyunk, egyedül Románia, akik megelőznek bennünket, a másik 2 ország, Ausztria és Olaszország jóval alattunk van. És hogyha megnézzük
az 1000 éve születésre, az egy év alatti halálozást, akkor a 99%-os első és második vakcinációban mi csak a harmadik helyen vagyunk. Az oltások lehetséges mellékhatásai. Vannak lokális reakciók és vannak idegrendszeri mellékhatások. A lokális a duzzadás, nyírócsomó duzzadás, tájhoz, ízületi fájdalmak, aztán magas láz és a többi idegrendszeriek pedig lázas görcsök, nem lázas görcsök, agybelül gyulladás és különböző betegségek is autizmussal zárva. Na most ezek azok a tünetek, amikre az oltott gyerek szüleinek figyelni kell, és ha megjelenik, azonnal dokumentálni és jelenteni a gyermekorvosának, és kérni, hogy jelezze fölfelé, és a szülőnek is kell, mert az orvos nem fogja jelezni. A szülőnek is kell jelezni fölfelé. Következtetéseim. A vakcinákkal nemzetközi irányelveknek megfelelően sikerült elérni, hogy a már megszelídült járványokat tovább szelídítsük. A kórokozók okozta járványok megszűnésével szinte párhuzamosan újabb betegségek jelentek meg, járványszerűen daganatok, autoimmunbetegségek és autizmus többek között. Hosszú távú összehasonlító elemzések az oltottak esendőbbé válását igazolják. A kötelező oltási sémával kezelt emberszabásúakban idegrendszeri károsodást mutattak ki, hasonlókat, mint autizmusban. Sorozatos vakcinákkal hiperimmunitást okozunk a fejlődő csecsemőben, ami hatással lehet az idegrendszer fejlődésére. A legújabb autoimmunológiai kutatások tükrében az oltási rendet érdemes lenne áttanulmányozni. Javaslat a jövőbe. Bizonyos védőoltásokra szükség lehet, de alumíniumra és higanyra nem. Az adagolás átrendezését a mai ismereteink szerint kellene alakítani, átszervezni, későbbre tenni, hogy az intenzív fejlődésben lévő immun és idegrendszert ne zavarjuk meg. Ha bármelyik oltás után bármilyen zavar fellép, azt azonnal bizonyítanóan dokumentálni és jelenteni kell, nem csak az orvosnak, hanem direkt a hatóságoknak is. Ha a gyermeknek az oltás után nem várt reakciója volt, akkor a bekövetkező oltás beadása mérlegelendő. A hatóság merev, mint az acél, a bíróság meg lassú és érzéketlen az érintett anyával szemben. És akkor egy könyvben, aminek védőoltások pró és kontra a címe, azt írják, hogy a kanyarú védőoltással kapcsolatban összehívtak egy kerekasztal konferenciát, és ennek a tájékoztatójában ez olvasható. Az oltásról való döntés a szülők részére egy morális dilemma, és ezt tiszteletben kell tartani. A tudósok óvakodjanak attól, hogy a félelmet és a tartózkodó magatartást ignoranciának tekintsék, és ezt ne akarják szétrombolni egy durva, racionális eszközzel a rendőri jelenléttel. Az informált elutasításnak egy szabad demokráciában választási lehetőségnek kell maradnia. Az embereket arra kell képessé tenni, hogy a saját egészségükre irányuló felelősséget maguk viselhessék, írja a WHO. Köszönöm szépen, ez a szivárvány gyakorlja be. Jövőnk! És még nem is foglalkozunk majd a több generációs kutatásokkal, hogy mit okoznak ezek az oltások majd a többi generációban. Következő adásunk lenne dr. Kürti Katalin, oltásos homeopátiás védelem, oltás kivezetés homeopátiával. Oh, it's really.
Aki nem kapott még parkolókártyát, és a külső parkolóhelyen parkolt, az nálam kérje. Emberileg is,
hát szakmailag is pedig teljesen méltetetlen. És nézzük meg, hogy például 17 hónaposan az MMR oltás, a 3 komponens és 20 akkor a Prevenar 13 törzsével, szóval én tényleg nem tudok erre mit mondani. Ezen csak átszaladunk, én azt szeretnék kiemelni, hogy az oltásokban ugye általában a kórokozóknak vagy a gyengített, vagy az előtt formája, vagy csak egy részre található, vagy a toxoidjuk, és ezzel még nem elegondja az immunrendszerek, de az, amit én a netről kinéztem, és amit én is kiemelnék, mert erről muszáj beszélni, hogy mindezek mellett vannak az oltásnak egyéb összetevői is. Itt föl vannak sorolva, hogy például a pentaxim oltásban mik vannak, de el kell mondanom, hogy olyanok is vannak benne, amiket föl se sorolnak ezekben a leírásokban. És én is kiemelném a adjuvánsokat, tehát a hatásfokozókat, az oltásokat, amikor azért adják, hogy csak a legyenlített kórokozó, stb. Menne be a kisbabába, akkor az igazán szépen elvárna, viszont ellenanyagot nem igazán termelne. De hogy termeljen sok-sok ellenanyagot, ezért adjuvánsokat, hatásfokozót használunk, és hát ugye erről már volt szó, ezt nem szeretném megismételni, hát ez igazán. És még egy probléma, amit én Andrew Wakefieldet, egy gastroenterológust idéznék, aki egy angol orvos, aki hát kényszerűen eltávolodott a hazájából, aki nagyon sokat foglalkozott az artistákkal, hol a gastroenterológus, de mindegyik artista valami bélrendszeri problémával fordult hozzá, és ő mondta azt, hogy az oltásokkal megbontjuk azt a normális egyensúlyt, ami egy immunrendszerben a normál fejlődés során kifejlődik. Mert amikor mi találkozunk egy kórokozóval, ami általában a nyálkahártyán keresztül jut a szervezetünkbe, akkor ott, ahol a behatolás megtörténik, ott gyakorlatilag már immunsejtek serege várja az úgynevezett cellulális immunitás beindulásával, hogy bekebelezhesse a kórokozókat. És csak ezt követően fog belépni a képbe az úgynevezett humorális immunitás, ami az antitestek termelését jelenti. És azt írja végül, és hát emellette sokan mások, hogy az immunválasz két elemek közti egyensúlyt megváltoztatjuk az oltásokkal, és felborítjuk úgy, hogy a humorális irányba toljuk el a cellulális rovására. Hát nem kell mondanom, hogy ez magyarázat lehet arra a sok betegségre, amit a nagyon oltott gyerekek átélnek ezt követően. Ugye a szülők, azok gyakran fordulnak az emberhez azzal a kérdéssel, hogy oltassanak, vagy nem oltassanak. Azt tudom mondani, hogy most rátérünk ennek az előadásnak a valódi hát lényegére, hogy a pillanatnyi kötelező oltási rendnek igen csekély a mozgási lehetőség a kötelező oltásnak az illetően, de azért majd elmondom, hogy mindent lehet csinálni. Az ajánlott oltások beadását én nem szoktam javasolni. Ugyanakkor azt szoktam mondani a szülőknek, hogy kicsit szálljanak magukba, és gondolkodjanak azon, hogy mitől félnek jobban. A betegség átvészeléséktől, mármint hogy a beteg, a gyerek átvészelhet esetleg egy betegséget, és remélhetőleg könnyen meggyógyul belőle, vagy az oltástól félnek-e jobban. Hát én személy szerint az oltástól félek jobban, de a szülőnek a döntése, mert a szülő az, aki felelős a gyerekért. A szülő döntését én azt gondolom, hogy mindig tiszteletben kell tartani, ezért én azt szoktam mondani, hogy amit ő dönt, ahogy ő választ, én azt támogatom. Tehát, hogyha oltatni akar, akkor majd mindjárt lehet hallani, hogy mit szoktam javasolni, ha viszont nem akar oltatni, akkor az immunrendszernek a harmonikus működését támogatja az ember. Tehát a szülő dönt, meg a szülő az, aki felelős a gyerekért. Hát mi nem csak én, hanem a hozzám hasonló kollégát azt tudjuk javasolni, hogy oltás előtt már néhány nappal kezdjék el adni a gyereknek a cellináceát, cellinácea golyocskát, a homeopátiás gyógyszert, ami a bíbor kasvirágból készül. Ennek nagyon alacsony potenciális változatát, D3, D4, esetleg C5-ös változatot. Ez a cellinácea, ez méregtelenítő, gyulladást csökkentő és az immunrendszer működését harmonizáló tulajdonságokkal rendelkezik. Hogyha van esetleg már választott alapszere ennek a kisgyereknek, akkor azt is javasoljuk, hogy az oltás előtt és valami egy pár nappal az oltás után megismételten megkapassa,
Én most annyit mondanék, hogy a terminácia tekintetében én napi egy adagot szoktam 4-5 nappal az oltás előtt, és legalább 4-5 nappal az oltás után adni. Egy adag azt jelenti, hogy annyi golyó, ahány éves a gyerek, maximum 5. Csecsemőnek 2 golyó, és nagyon szeretnék mindenkit arra kérni, hogy eszébe nem is a csecsemőknek a szájába tenni a golyót, mert hogy csak félrenyelik, az sokkal nagyobb baj, mint hogy el is adjuk be. Vagy babavízben, vagy forralt, leütött vízben, boldva, szemcseppentőben, vagy kis kanállal, de nem fél, hanem műanyag kanállal adagolnak a kisbabáknak ezeket a homeopátiás szereket. Én most nem térnék ki a C-vitamin és a D-vitamin jó hatására, mert azt remélem, hogy ezt magunk is kapják a gyerekek, és nem csak kifejezetten az oltások közelében. És hát amit Tinusztól tanultunk, és amit csinálunk, jó néhányan, most már több mint 10 évre, és sikerült tapasztalataink vannak ezzel, hogy először is azt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor oltásra kerül a sor, akkor csak teljesen jól levő, akkor csak teljesen jól levő és egészséges gyereket szabad oltani. Ezt azért hangsúlyozom ki, hogy nem ott létre legyenek, amikor azt mondják, hogy csak egy picit nálhár, csak egy picit lövelkedése van, ez nem számít, szállít. Mert amikor az immunrendszer el van foglalva egy bizonyos dologban, nem szabad a figyelmét átterelni valami másra, és az nem igaz, hogy az oltások nem veszik igénybe valamilyen módon az immunrendszer. Tehát csak teljesen egészséges gyereket szabad oltatni. Én az oltási nozodát, ami a homeopátiás oltási nozoda, ami tulajdonképpen magából az oltóanyagból készül, a homeopátiás gyógyszergyártás szigorú szabályainak megfelelően, én C30-as potenciával szoktam javasolni úgy, és ezt mindenkinek mondom, aki még soha nem találkozott a homeopátiával, az is nyugodtan megcsinálhatja ezt, hogy 4 adagban adja be a gyereknek úgy, hogy az első adagot az oltás előtti napon, a következőt az oltás napján, a harmadikat az oltás utáni napon, majd ezt követően egy hét múlva egyszer megismételve ezt az egy adagot a gyerek kapja meg. Most azt nem ismétel még egyszer, egy adag annyiból kinek oljuk meg, kinek ne oljuk föl, ezt elmondtam az előbb. Abban az esetben, hogyha mégis valami probléma lépne fel az oltással kapcsolatban, az oltást követően, én nekem mondjam, hogy tényleg nagyon jó tapasztalataim van tekintetben, hogy az oltással párhuzamosan kapja ezt a védelmet, nem igazán szokott probléma lenni. Most én a praxisomban nem is tudok ilyenről. Akkor, ha mégis esetleg, akkor a homeopátiás orvossal ezt már nem javaslom, hogy a kórnában csinálják az emberek, hanem akkor homeopátiás orvossal kell konzultálni egyrészt a nozoda ismétléséről, vagy esetlegesen az oltási nozoda magasabb potenciálban való alkalmazásáról, vagy a megjelent tüneteknek megfelelő homeopátiás szer kiválasztásáról, esetleg úgynevezett homeopátiás drenás szer alkalmazásával, ami segít kitisztítani a szervezetet, és hát ha van, alapszeradása, ha nincs, akkor meg esetleg annak a kiválasztásáról is homeopátiás orvos gondoskodjon. Nagyon fontos, hogy fölhívjam arra a figyelmet, hogy többféle gyártmányok és ezáltal többféle nevű oltóanyag van a forgalomban, és csak az oltóanyag, tehát az éppen aktuális oltóanyag pontos nevének ismeretében lehet kiválasztani a megfelelő oltási nozodát. Majd a végén kitérek arra, hogy lehet ehhez hozzájutni, hogy hol lehet ezt megtenni. És akkor megint csak az, amit Tinusz dolgozott ki, Tinusz Tiszt, ha van az esetben, hogyha valaki nem kapta meg ezt az oltással párhuzamos védelmet, és az oltás után krónikus problémák merülnének fel, akkor Tinusz Tiszt azt ajánlotta, hogy az oltási nozódát emelkedő potencia szerint adagoljuk a gyerekeknek. Én a legkíméletesebb és a legkellemesebbnek azt találtam, hogy a C30-as potenciával kezdjük el, 2 hétig adjuk heti 2-szer ezt a 30-asat, de csak akkor, hogyha egyik adag után sincs semmiféle reakció. Ez a reakció azt jelenti, hogy megjelenik új tünet, fölerősödik egy régi tünet, bármi, ami a homeopátiaszter adásokkal megjelenik reakcióként, bármi kell, és nem szabad csak utána beadni a következő adagot a nozulából. És amikor már mondjuk a 30-asra semmiféle reakció nincs, akkor térhetünk át a C200-asra, ugyanilyen rendszerben, és aztán C1000-es, stb.
emellett, hogyha nincs weboldalaszerel, vagy kronikus szerel az illetőnek, a partnerszere én is hívhatjuk, akkor lehet alaszert választani, és az már említett tünetik, vagy renálszereket adhatjuk, az immunrendszert támogatjuk. A mi azon szerint egy rozodára most nem beszélnék, mert ez a homeopátiának is meglehetősen felső fokkal. Ehhez még a Pinus egy úgynevezett detox komplexet dolgozott ki, állított össze alacsony potenciális homeopátiás szerekből, és ezek a szerek, illetve ez a detox komplex tulajdonképpen a szervezetnek a kitisztulását tudja támogatni, mert részben a vesére, a májra, az izületekre, az erekre, a bélrendszerre, minden fölsorolta nagyon kedvezően és kitisztítólag hat ez. Na most sorolnám részben, hogy mi az, amit ma reálisan megtehetünk. Először is mindenkinek azt javasolnám, hogy nagyon gondolja meg, hogy milyen gyerekházi orvost választ, mert mindenféleképpen párbeszédnek és megértésnek és jó kapcsolatnak kell lenni a gyerekorvossal ahhoz, hogy megértse az esetleges szorongását, problémáit a szülőnek. Tehát mindenképpen fontos, hogy olyan gyerekorvosunk legyen, akivel szó tudjuk érteni. És még egyszer kihangsúlyozom, hogy nem az orvos és nem az állam és nem a senki, a szülő az, aki felelős a gyerekért. És ezért, ha meg lehet, és remélem, hogy meg lehet, vannak olyan kollégák, akiket meg lehet, beszélni azt, hogy az oltásokat minél később kezdjék adni, hogy egyszerre csak egy oltást adjanak, mert az is nagyon sok, amennyire tudjuk, hogy hányféle komponens van egy oltásban is, hogy időben viszonylag jól húzzák szét az oltásokat, azért 4-5-7 szünetet szoktak tartani a két oltás között. Én azt gondolom, hogy 6-7-8 hét az még sokkal ideálisabb, és én egészen egyszerűen annyit mondanék, hogy egy problematikus oltást viszont nem szabad megismételni, és e tekintetben a házi orvos, a szakorvos halasztást adhat, és bizony az oltási tanácsadó mentesítést. Ezt végig kell járni, ezt az utat, egyrészt időnyelés szempontjából, és másrészt azért, hogy a gyerek ne károsodjon egy további oltástól. És akkor, amit már eddig felsoroltunk, hogy az oltással tudunk párhuzamos az oltási mozogát adni, és egyéb homeopátiás segítséget is tudunk adni a gyereknek. Aztán ugye persze mindig felmerülhet az, hogy a homeopátia had nem, vagy mit csinál, mit nem csinál. Én hivatkoznék még Hannemann, aki a homeopátia apukája volt, idejében élt, két német tudósa, egy pszichiátere és egy farmakológusa, akik azt mondták, egy olyan szabályt állítottak föl, hogy gyenge ingerek serkentik az immunrendszer működését, közepes ingerek gátolják, erős ingerek pedig betegséget okoznak, és hát én azt gondolom, sőt állítom, felelősséggel, hogy a homeopátiás szerek azok mindegyike gyenge ingerként működik, tehát az immunrendszer harmonikus működéséért tudunk tenni, ha ilyeneket adunk a gyereknek. Hogyha valaki kicsit mélyebben szeretne elmerülni abban, hogy a homeopátia mennyire hatásos, akár placebo-val szemben is, akkor ha fölmegy a Boiron hozzáléja, tehát a Boiron gyógyszergyártó cégnek, homeopátiás gyógyszergyártó cégnek a honlapjára, akkor ott nagyon sok olyan tanulmányt talál, ami növényeken, sejteken, állatokon, és embereken is bizonyos diagnózisokkal, bizonyos betegségben, placebo vagy szemmel, kettős vagy kontrollál, különböző tanulmányokkal találkozhat és ismerkedhet meg. És hát mintha én arra hivatkoztam, hogy a kollégáimnak és nekem is nagyon jó tapasztalataink vannak a homeopátiás mindenben adott oltásokkal, hát itt Einsteinre is szeretnék hivatkozni, aki meg azt mondotta, hogy minden, amit a valóságon meg lehet tudni, az a tapasztalással kezdődik, és azzal is fejeződik be. És így vége felé az előadásnak azért én elmesélném, hogy Japánban, és ezen el lehet gondolkodni, hogy nem követése érdemes-e az a szisztéma, amit Japánban az oltásokkal kapcsolatban követnek, ugyanis Japánban a gyermekek egészségét helyezik az első helyre a gyógyszergyártók nyereségével szemben, megszüntették az oltási kötelezettséget, várandósokat nem oltanak, 2 éves kor alatt nem oltanak, külön adják a kanyaró és a rubeola elleni oltást, és a nemzeti immunizációs program egyáltalán nem ajánlja a MUSZ és a hepatitis, valamint a HPV oltást és a hemofilus influenza B és a streptococcus pneumonia, tehát a pneumokokusz törzseket tartalmazó oltásokat,
azok mellékhatásai, illetve esetlegesen sajnos ezeket követő halálesetek miatt. És ugye, mint ahogy a szülőknek a felelősségét én kihangsúlyoztam, mert igen, a szülők döntessenek arról, hogy a gyerek beoltva legyen-e, vagy esetleg átvészelhesse a betegséget. És ha a számokban gondolkodunk, akkor nagyon érdekes az, hogy a csecsemő halandóság a világon Japánban a legalacsonyabb, a várható életkor pedig a legmagasabb. Én nem állítom azt, hogy ez csak és kizárólag az oltások miatt van, de egészen biztos vagyok abban, hogy az oltások is szerepet játszhatnak ebben. Ugyanakkor az USA-ban rengeteg pénzt költenek arra, hogy az oltás károsodottakat kompenzálják. Két tudósra hivatkoznék még, ez a Luc Montagnier, Nobel-díjas virológus. Érdekes, hogy ezekkel az oltásokkal foglalkozó tudósoknak mindenkinek el kellett hagyni a hazáját. Ő is Franciaországban él, ahogy végül is hát Amerikába került Angliából. Ők hasonlókat mondanak a kollégájával, aki egy nemzetközi onkológiai sebész, és azt mondja, hogy ők is, hogy két éves kor előtt ne oltsák a gyerekeket, ha csak egy felelős orvosra szükségesnek nem ítéli. És még hozzáteszik azt, ami nagyon fontos, hogy az oltások engedélyeztetéséhez, a gyógyszerekhez hasonlóan a vakcinák is legyenek szigorú tesztelésnek alávetve. És fejlesztenek ki nem toxikus adjuvást, tehát hatásfokozót a vakcinákban, mint amilyen például ők példának az ártalmat a kálciumfoszfátot hozzák fel, mert azt tudjuk, hogy az alumínium toxicitására vonatkozóan nagyon sok bizonyíték áll rendelkezésre, hogy ez gyakorlatilag károsítatja az idegeket. És végül szeretnék idézni egy amerikai jogász professzor asszonytól, Mary Pollacktól, 2016-ban elmondott beszédéből, amikor is arra hivatkozott, hogy van egy úgynevezett bioetika és emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amit 193 ország elfogadott, nem tudom, hogy Magyarország hozta van-e vagy se, tényleg nem tudom, aminek az a lényege, hogy bármilyen preventív orvosi beavatkozásra csak akkor kerülhet sorba ahhoz az egyén, előzetesen szabad akaratából megfelelő tájékoztatást követően hozzájárulását adta. És még azt is kihangsúlyozza a professzor asszony, hogy a hippokratészi estű értelmében az orvosoknak a legfőbb parancs a ne árts elve, és ez fokozott óvatosságot ír elő a számára, és egyben a ne árts elve alapján az egyén érdekét egyértelműen a közösség a nyár érdeke fölé helyezi. Tehát az óvatosság elvéből egyenesen következik az, hogy az oltást csak javasolni lehetne, kikényszeríteni nem. Csak két szóban az oltás az oda beszerzéséről, amit tényleg nagyon melegen ajánlok. Az legegyszerűbb útja ennek az, hogyha a gazdagépi patikát, ez fönt van a neten egyébként minden adat a patikáról, fölhívják. Tudni kell, hogy ezek nem törzsgőzett gyógyszerek, ezek az oltási mozódák, hanem egyéni behozatallal kerülnek forgalomba. Így hát, ha fölhívja valaki a gazdagépi patikát, és megmondja a pontos nevét, és ezt ki kell hangsúlyozni, hogy védővező orvostól tessék megkérdezni, nem azt, hogy milyen lehet kapja az oltást, hanem mi az oltónak pontos neve, és ezt bemondja a patikának, és azt, hogy ebből oltási mozódát szeretne rendelni C30-asat, egy grammos kiszerelésbe, meg fölöslegesen egy nagyobb mennyiséget kérni, akkor a patika egy-két héten belül ezt beszerzi, ők pontosan tudják, hogy ebben az esetben hogy és mit kell cselekedni, és akkor el lehet menni érte és el lehet hozni a betegét, fontos, hogy az oltás idejére ez a dolog már meglegyen. Ezeket az oltási mozódákat azt javasolom, a Remedy a céggyártya, tőlük is megevezett el, de én mégis azt javaslom, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha ezt a gazdagépi patikán keresztül csináljuk. Hogyha homeopátiás orvossal szeretnének konzultálni, akkor vagy a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület listájára érdemes fölmenni, orvos listájából érdemes választani, vagy pedig a Boáron Hungáriának az oldaláról lehet szintén jó homeopátiás orvosokat találni. Ha valaki esetleg a tűnös vízfüzetek érdekelnek, akkor az a Remedini Kft. Nem az a cég, aki gyártja a oltási mozódát,
egy másik cég, csak a neve hasonló, a Remedium Kft. Ha így bevetítik, az összes elérhetőség a Google-ban megtalálható tőlük. És legvégül nem tudnék mást mondani, mint idézett Vörös Sándor bácsitól a teljesség felé ciklusból a kérés, ami részéről az, hogy adj vissza a mértékét az embernek. Én azt gondolom, hogy nem kell ezt semmit hozzáfűzni, mert ezt mindenki megérti. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én azt mondanám elég, hogy a mi mozgalmunk, ami hát sajnos megfelekedni látszik, de most már újraéleszti egy másik társaság. Szívemből kívánom, hogy sikeres legyen ez a következő nekifutás, de ennek a honlapnak, ennek a kötelezőket választható mozgalomnak a honlapja még elérhető, nem sokáig már, esetleg valaki érdekel, akkor azt megnézheti. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy köszönjük szépen Katalinnak ezt a nagyszerű előadást. Nagy javaslom és kérem is, hogy esetleg a mi honlapunkra is föl lehetne ezt tenni. Ezt vegyük komolyan, mert a homeopátia nem anyagban gondolkozik, hanem rezgésben. Szervezetünk minden rezgésbe történik. Tehát a homeopátia szereknek lehet jó hatása oltásokkal, bármivel kapcsolatban, tehát ajánlom mindenkinek elgondolkozni. Ha nem sikerül, amíg nem sikerül kivarcolnunk, hogy az oltás ne legyen kötelező, addig használhatjuk ezt. De ha nem kötelező, akkor is? Ha nem kötelező, akkor is így van, mert akkor is, hogyha már bekapta a gyermekem, akkor ezzel tudok segíteni azon, hogy ne legyen rossz hatása. Így van, tehát ezt így értettem én is, csak nem emeltem ki külön. Következik Grandics Péter, a fertőző betegségek kialakulásának mechanizmusa és megoldás táplálkozási módszerekkel. Ismertük azt, hogy ez hatalmas lehetőséget adna
fertőző betegségek kezelésére és gyógyítására. Először szeretnék foglalkozni azzal, hogy az emberi szervezet tulajdonképpen mikrobiológiailag rendkívül komplex. Tehát a baktériumok, vírusok, gombák vannak minden szövetében. Körülbelül 100 trillió baktérium él az emberi testben, tehát majdnem 10-szer annyi baktérium él, mint emberi sejt. Tehát ennyi egyáltalán nem egy steril organizáció vagyunk. Csak az emésztőrendszerben 144 ezer fajta vírus él. És ebből több mint 200 fajta vírus az fertőző. És ehhez még hozzá kell számolni a fertőző baktériumokat is. A 8% a humán genomnak vírus szekvenciákból áll. Tehát amikor ekkora mikrobiális terhelés van az emberi szervezetben, fel lehet tenni a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy mégis élünk egyáltalán, és hogy mi teszi lehetővé tulajdonképpen azt, hogy az emberi szervezet kezelni tudja ezt a óriási mikrobiális terhelést. Tehát már előttem is beszéltek itt a vakcinák, pontosabban a gyerekkori fertőző betegségeknek az alakulásáról az elmúlt évszázadban. Tehát a gyerekkori fertőző betegségek gyakorisága 90%-kal csökkent 1900 és 1950 között. És ez nagy részben mindenféle orvosi beavatkozás nélkül következett be. Tehát egyszerűen az van, hogy az életkörülmények javulásával, a táplálkozás javulásával, a megjavult személyes higiéniával, a szanitáció, a tiszta ivóvíz, ezek mind kritikusak az egészség szempontjából, és a sajnálatos módon a megmaradt 10%-ra indították be ezeket a nagy széleskörű oltási programokat, ahelyett, hogy vártunk volna még 10-15 évet, és akkor lehet, hogy ez az egész probléma mind eltűnt volna az életünkből, és spontán megoldódott volna, de ugye mindannyian tudjuk, hogy itt a gazdasági érdekek vannak a háttérben, amik dominálnak, és emiatt ezzel következett be. Tehát már előttem beszélők is mondták, hogy ezek a vakcinák ugye nem biztosítanak tartós védettséget, hogy rossz irányba polarizálják az immunrendszert, a sejtes immunválasz helyett a humorális irányába tolják el, és ez lehetővé teszi valójában többféle kórokozónak a deaktiválódását a szervezetben, és előttem való beszéltek erről, hogy az adatok bizonyítják, hogy a gyerekkori oltások megnövelik mind a gyerekkori, mind a felnőttkori krónikus betegségeknek a gyakoriságát. És a sajnálatos módon ez semmilyen módon nem kap nyilvánosságot. És a másik nagyon fontos dolog, hogy soha nem vizsgálták meg azt, hát mondjuk elmúlt 80 év óta folynak ezek a nagy oltási kampányok, és soha nem találtak időt arra, hogy kivizsgálják, hogy ezek a költséges kampányok hogyan járultak hozzá a közegészség megjavításához. Pedig ha valakit érdekelnie kellene ez a dolog, biztos, hogy az egészségügy vezetőit érdekelni kellene, meg a kormányokat érdekelni kellene, de senkit nem érdekel. Tehát úgy csinálunk, mintha minden teljesen oké lenne, nincs. Ez a, ismerjük a biztonságos és hatékony mantrát. Most előttem
András is beszélt a vakcinák neurológiai mellékhatásáról, és erre egy jó példa az MMR vakcinának a története. Ugyanis 2002-ben Andrew Wakefield, brit kutatóorvos, közölte le adatokat, hogy az MMR vakcina és autizmus között bizonyított összefüggés van. Tehát ez rögtön egy óriási vihar tört ki ennek a bejelentésnek a hatásáról, a közegészségügy képviselői, a média, mindenki ráugrott, és minden módon, tehát ahelyett, hogy vita lett volna erről, lényegében egy rágalom hadjárat indult ellene, aminek semmi tudományos háttere nem volt. És természetesen a járványügynek is be kellett indulnia, hát a CDC, az amerikai járványügy vizsgálatot indított, majd egyéves vizsgálódás után 2004-ben kiadott egy jelentést, amiben megszámolt a Wakefieldet, és azt mondta, hogy nem, ez teljesen hibás, és itt semmi nem történt. Na most eltelt 10 év, 2014-ben a CDC főmunkatársa dr. William Thompson összehívott egy sajtókonferenciát, amin megjelent a mainstream média összes képviselője, és ott beismerte, hogy meghamisították a 2004-es riportnak az adatait, kihagyták belőlük azokat az eseteket, amik bizonyították volna az autizmus jelenlétét. És hát ez kisebb vihart okozott, nem tudom, hogy ez Magyarországra valahol jutott ennek a szele, de mindjárt mondták, hogy itt kongresszusi meghallgatások lesznek, a kongresszus utána megy, és ki fogja ezt vizsgálni. A végig Tomza mondta, hogy bocsánatot kért mindenkitől, akit az ügy érintett, mondta, hogy politikai nyomásnak engedett, de ez volt életének a legnagyobb hibája, és aztán végén az egész teljesen elaludt. Nem volt kongresszusi vizsgálat, semmi nem történt, minden ugyanúgy folyik, mint előtte lényegében. És ez a nagy probléma, hogy a vakcinák mellékhatásairól nincs szabad társadalmi beszédtér. Tehát tudományosan sem lehet beszélni róla, és természetesen a média meg egyáltalán szóba se hozna ezt az egészet. Úgyhogy annak ellenére, hogy számottevő tudományos bizonyíték áll rendelkezésre, arra mutat, hogy ezt egészet felül kellene vizsgálni. És röviden elmondanám önöknek, hogy hogyan működik a fertőzések mechanizmusa, ugyanis ez már kb. 40 éve ismert. De mégis valahogy egyáltalán nem szivárgott, tehát sem a köztudatban, sem a szakmában. Ugye a mai paradigma az, hogy a pasztőri paradigma, hogy jönnek a mikroorganizmusok, vagy ami a közmédiában, vagy a közkommunikációban jön keresztül, de támadnak a vírusok, vagy támadnak a baktériumok. Hát sem a vírusok, sem a baktériumok nem támadnak. Azok ott vannak, ahol lenniük kell, azt csinálják, amit csinálni őzik el. A természet rendjében. Már Pasteur idejében egyébként megkérdőjelezték azt, hogy a mikrobák lennének a fertőző betegségek okai. Volt egy Antoine Béchamp nevű orvosprofesszor Marseille-ben, aki azt hangsúlyozta, hogy a megbetegedések a szervezet meggyengülésének tudhatunk be. És ma már ezt a tudomány egyértelműen bizonyította, ennek ellenére nincs elismerve egyáltalán. Tehát a problémáknak az oka legtöbbször a krónikus stressz helyzet. Tehát amikor az ember kistresszeli magát, akkor ez aktiválja a stresszhormonok termelését.
és a stressz hormonok stimuláció pedig az idegrendszerben, az immunrendszerben, emésztőrendszerben diszfunkciót eredményez. Az történik lényegében, hogy a stressz hormonok hatására az immunsejtjeink tömegesen elpusztulnak. És ezzel a tömeges pusztulással de nagy mennyiségű sejttörmelék kerül a keringésbe. Ezt a sejttörmeléket a rezidens mikrobáink takarítják el. Ezek úgynevezett fertőző baktériumok, amik bennünk élnek, nekik ez a funkciójuk, hogy a sejttörmeléket kipucolják. Na most természetesen minden baktériális kolóniában, amikor a tápanyag beindul, megjelenik a tápanyag, beindul a szaporodás. És ezek a mikróbák tulajdonképpen úgy működnek, mint egy kollektív tudat. Tehát ahogy nő a számuk, ezek ilyen kis molekula súlyú szignálmolekulákkal kommunikálnak egymással. Azzal keresztül vesznek tudomást egymásról, és ezt úgy hívjuk, hogy quorum sensing. Quorum az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy testületben megfelelő számú egyén van jelen, ahhoz, hogy határozatképes legyen. Tehát ez a quorum sensing lényegében ezáltal kommunikálnak egymással a mikroorganizmusok, és amikor a kolónia szám elér egy kritikus szintet, akkor együttesen mind bekapcsolják a virulens génjeiket, elkezdenek toxin termelni, és ezeknek a toxinoknak ugye megfelelő biológiai hatást idéznek elő, tehát lényegében beindul a fertőző betegség, megfertőződünk. Na most, hogyan kontrollálja ezt a szervezet? A szervezetünk képes elvágni ezeknek a mikrobáknak a kommunikációját úgy, hogy megfelelő tápanyagaink reagálnak, blokkolják ezeket a szignálmolekulákat. És ez így módon a mikroorganizmusok elvesztik egymással a kapcsolatot, már nem tudják, hogy a másikak ott vannak, ennek eredményeképpen lekapcsolódnak a toxingényeik, leáll a toxin termelés, és utána pedig a kolónia összeomlik. És ezzel tulajdonképpen véget is ér a fertőző megbetegedés. Tehát a táplálékaink tartalmazzák azokat a baktériális kommunikációt gátló molekulákat, amiket valójában az immunrendszer felhasznál a védekezésben. Most a vírusok másképp működnek. A vírusoknak nincs ilyen kommunikációs szignálmechanizmusuk. Azok a baktériális szint, quorum sensing, tehát a baktériális kommunikációs molekuláit figyelik, és amikor ez magas szinten van, akkor tudnak ők is akcióba lépni. Tehát akkor tudják, hogy akkor már meggyengült az immunrendszer, és akkor ők is előjöhetnek, és csinálhatják a dolgukat. Tehát lényegében mondhatjuk azt, hogy a fertőző betegség egy táplálkozási hiánybetegség. Mindig nem tartalmazza a szervezetünket a mikrobiális szaporodás kontrollálásához szükséges molekulákat. Honnan származnak ezek a QSI, quorum sensing is? Tehát ezt a baktériális kommunikációt blokkoló molekulát. Ez itt a hatékonysági sorrendben van. A legpotensebb szignálmol inhibitorok a fűszerekben vannak jelen. Tehát a fűszerek, a hagymafélék, vanília, paprikák, rozmarin, kurkuma, fahéj, stb. Ezek tartalmazzák a legpotensebb molekulákat. Utána jönnek a bogyós gyümölcsök, citrusfélék, a gyümölcsöpárnak a gyarapja. A második szintén, vagy a harmadik szintén jönnek a zöldségek.
zöldségek, a káposzta, sárga rétegek, a kóli, stb. Na most, itt vannak az olajok. Az olajoknak egy nagyon érdekes funkciója van, ugyanis a szervezetünkben, tehát a toxinok, amikor bekerülnek a vérkeringésünkben, meg a kommunikációs szignál molekulák, azok között nagyon sok a hidrofób molekula, és amikor nagy mennyiségben fogyasztunk ilyen olajokat, mint olíva, szézám, földi bogyonok, kókusz, rózsa, borsmonka, stb., akkor ezek ilyen kilomikronoknak nevezett ilyen kis zsírcseppekbe be tudják csapdázni ezeket a molekulákat, és ezzel egyre hatástalanít tudnak is. Sokánál ugye a makrofágok aztán kitakarítják őket. A másik hasznos zsírfajta például az állati termékek, a disznózsír, szalonna, nyers hal, nyers hús. Ezek tulajdonképpen felismerjük itt a régi magyar paraszti konyhának a komponenseit. A következő az ásványolaj, aktív szén, ugye az ásványolaj, a kerozin, ez volt a 19. század antibiotikuma. Ezt használták külsőleg is, orálisan is, és nagyon hatékony volt különböző fertőzéseknek a blokkolására. A cikkek megjelentek még a 1800-as évek végén a British Medical Journalba, ahol a US Navy-nek az egyik doktor, vagy a British Navy-nek a fő doktora írt erről a tudományos közelmény, hogy hányféle betegségben volt hatásos a kerozén. Továbbiak még a gyógynövények, ugye ez a régi jól ismert mondás, a fűben, fában, orvosság, ez lényegében egy spektrumot ad arra vonatkozólag, hogy milyen tápanyagokkal tudjuk föltölteni magunkat ahhoz, hogy a szervezetünket megerősítsük, és hogy ezen keresztül blokkolni tudjuk a baktériális proliferációt. Tehát mi a szerepe ennek a rendszernek? Tehát a tápanyagaink alkotják az immunrendszer első védvonalát a mikrobiális proliferáció gátlásával. Ugye 100 évvel ezelőtt, mikor két amerikai milliárdos John D. Rockefeller, Andrew Carnegie átszervezte az egészségügyi rendszert, és létrehozta ezt a mai egészségügyi rendszert, akkor az első dolguk volt, hogy a medicinából a táplálkozás teljesen kivették. Tehát korábban ugye hippokráteszi tanítás az volt, hogy a táplálékod az orvosságod, az orvosságod a táplálékod. Ez teljesen ki lett törölve. Ezen kívül az inhibitor rendszer össze van kapcsolva a sejtes immunrendszerrel, tehát egyrészt tehermentesíti, másrészt pedig reaktiválja a meggyengült sejtes immunrendszer. Tehát maga ez az inhibitor rendszer önmagával le tudja állítani a fertőzést a mikrobiális kommunikációnak a blokkolásával, és utána egyben reaktiválja a meggyengült sejtes immunrendszer, és ebben van a prevenció lényege is. Tehát a prevencióban ugye próbálunk megfelelően táplálkozni, megfelelő vitaminásványanyag, antioxidáns bevitelével próbáljuk a szervezetünket egy jó szinten tartani, ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy könnyen megbetegedjünk. Tehát a mikroba kontroll lényege az, hogy ugye ez a modern úgynevezett nyugati medicina, ez a felperzselt föld stratégiáját alkalmazza. Tehát pusztítunk lényegében egy ilyen militarista gondolkodásból kiindulva, ugye amikor ezt sugalják, hogy támadnak a vírusok, támadnak a baktériumok, akkor
ugye mit tehetünk, meg vagyunk támadva, akkor előveszünk a golyószórót és visszalövünk. Tehát a lényeg az, hogy a mikrobiális populációknak a kiirtásától várjuk azt, hogy a gyógyulás létrejön. A természet az nem rombol, hanem szabályoz. Ezeknek a mikrobiális populációknak, meg a vírusoknak van egy funkciója. Mint ahogy ezek a úgynevezett fertőző mikroorganizmusok valójában a szervezetnek a fukásai, a hulladékát akarjuk a funkciói vannak, mert a Jóisten az nem tesz egy időzített bombát velünk, ami aztán bármikor felrobbanhat, és akkor meghalunk, hanem minden, ami bennünk van, az egy okkal van bennünk, és egy megfelelő funkciót lát el a szervezetnek a működésében. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy itt írtsuk a saját mikrobiómunkat, ennek nincs igazán értelme, hanem hogy miután megismertük ennek a mechanizmusát, hogy hogyan történik ezt, használni kellene a betegek érdekében. Mert az a helyzet, hogy az immunrendszer már minden tud ahhoz, hogy hogyan védjen meg bennünket, de az immunrendszer semmire nem tudjuk megtanítani, amit az már nem tudna. Tehát ezért van, hogy ezek a drága és alacsony hatékonyságú vakcinák szükségtelenek, mert ha egyszer tudjuk, hogy működik a fertőző betegsége, és tudjuk, hogy lehet megelőzni, akkor miért nem azt használjuk? Tehát a valóság az, hogy a táplálkozás és a betegségek közötti kapcsolat tudományosan bizonyított. És a fertőző betegség egy illúzió, és nem a mikroorganizmusok okozzák, hanem a szervezet meggyengülésének tudható be. És a fertőzés pedig megfordítható a mikrobák kommunikációjának a blokkolásával. Felépülésünk során az történik, ugye megbetegszünk, kénytelenek vagyunk pihenni, az életünkből eltűnnek a külső stresszorok, hogy amik a stressz hormonjainkat fölpumpálják. Általában ilyenkor az ember nagyobb gondot fordít saját magára, vitaminok, antioxidánsok, stb. Jobb minőségű táplálkozással, és ezáltal a szervezet spontán helyreállítja önmagát. Ugye? És erre lényegében már 20 évvel ezelőtt létrehoztunk Amerikában olyan táplálkozási kompozíciókat, amik tartalmazzák ezeket a hatóanyagokat, amik elfogják a mikrobiális kommunikációs szignálokat, és segítik a sejtes immunrendszernek a helyreállítását. És ma már egyébként Amerikában ez egy akadémiai medicinából elindult mozgalom, tehát két egyetem erről indult ki, ami a táplálék, mint orvosság mozgalom. Tehát ez pontosan ellentétje az, amit a mai medicina van. Hát a Louisiana és a Georgetown egyetemen indult ki ez, és aznak a felismerésnek, hogy a krónikus, akut betegségek megelőzhetők megfelelő táplálkozással, és megfelelő táplálkozással gyógyítani is lehet ezeket a fertőző betegségeket. Most ők ilyen receptre felírható táplálék kombináció kidolgozásával foglalkoznak, és azért csinálják, hogy javítani a gyógyítás hatékonyságát, csökkenteni az egészségügyi költségeit, és lényegében, hogy egy nemzeti táplálkozási programra van szükség a vakcina programok helyett. Akkor, hogyha javítani akarjuk az emberek egészségét és megnövelni az élettartamot. Tehát ami a kulcs dolog, amit itt csinálni lehetne, hogy a pénzügyi rendszert le kell választani az egészségügyről, mert itt mindent a pénzügyi rendszer dominál. Tehát itt ennek a lényege a profit termelés, az egészségügyi feladat a profit termelés. És
amíg ez így lesz, addig így semmi nem fog változni. Tehát a paradigmaváltást kell csinálni, vissza a gyökerekhez, a hipokrát teszi elő helyett, a vakcinák helyett táplálkozási prevenció szükséges, és a dolgokat megfelelő kontextusba kell helyezni, tehát a valóságról kell beszélnünk ezen a területen. Újraéleszteni a természetes gyógymódokat, elfogadni a különböző ősi kultúrák több ezer éves tradicionális medicináját, elismerni, és a legfontosabb a testi autonómiát tiszteletben tartani. Az egy emberi jog, itt nem szabad senkire rákényszeríteni azt, hogy elfogadjon olyan egészségügyi beavatkozásokat, amik általánosan nem elfogadottak, vitatottak. Tehát ez az, ami szeretnénk elérni. Köszönöm a figyelmet! Avillai Szent Teréz is azt mondta, törődj többet a testeddel, hogy szívesebben lakjon benne a lélek. Ennek lényege a táplálkozás és a sportolás, stb. Most megkérném Ukri Tibort, hogy álljon föl, és tapsoljuk meg, köszönjük neki ezt az első részt, ő szervezte meg. Köszönjük szépen. Most majd kérdések következnek, de előtte egy kis Szkíta önkormányzati szervezés és a lélek. Miskó József kap egy pár percet, hogy beszéljen elő, és utána pedig a kérdésekkel folytatjuk, hogy jó. Józsikám, gyere, és akkor egy pár percet mondja. Köszönöm szépen, Józsikám. Addig, amíg megérkezik, addig szeretném megkérdezni, találtok egy füzetet? És milyen apropokból jöttetek? A filmba, meg a tegnap beszéltünk itt erről telefonon. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, bár egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ennyi jó előadás, amelyik az egészségről szólt, a biológiáról, gyakorlatilag, hát most egy kicsit más oldalról megközelítve. Miskó József vagyok, Balatonfüredről, jöttem a Veszprémi Szkíta önkormányzatnak vagyok a tagja. Civilben egészségtudatossággal foglalkozom, 30 éve körülbelül. Többet nem akarok mondani magamról, aki beüti a nevemet a YouTube-ra, megtalál teljes egészében nagyon sok előadás kapcsán. Hiszen képesben épp lélek, gyakorlatilag ugye ez az évezredes mottoja az emberiségnek, de nem ezért vagyok itt, hogy most erről beszélek, hiszen szakolható előadásokat hallottunk, Uzzalo tanárom is nagyon jól felvezette, hogy az egészséges társadalom, az egészséges gyerekünk kezdődik, meg az egészséges gondolkodással és cselekvéssel. Hadd kérdezzem meg, hogy ki miért van itt? Mit jött már? Tanuljunk. Elég a tanulás, vagy azért vagyunk itt, mert szeretnénk egységre lenni? Vagy kétségbe vagyunk? Egységben. Ha kétségbe vagyunk, akkor azért vagyunk kétségbe, mert félünk. Aki egységben van, az nem fél. És ahhoz, hogy megteremtsük az egységet, mert ebből a mostani társadalmi káoszból, elnyomásból kivezető út az egység. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk megteremteni. Hadd kérdezzem meg, hogy jól éreztétek magatokat ebben a mostani társadalmi mátrixban? Nem. Nem? Szeretnénk kilépni belőle? Hát van egy rossz, hogy nem fog menni. De mit tudunk tenni, hogy jobban érezzük magunkat? Építsünk egy újat. Hiszen ha az a ház,
amiben vagyunk, az nem szolgálja a jólétünket, az egészségünket, akkor nincs más, mint építeni egy jobbat. Na ehhez hívunk most itt mindenkit, hogy a másikat hagyjuk összedőlni, ne támogassuk, de építsünk magunknak egy újat. Mert az újat, ha magunknak építjük, akkor amiért ma sokan itt vannak, azt fogják gyerekeink, unokáink örökölni. Tehát ne azoknak építsd fel magadnak most a jelenbe. Hogy mit csináljunk, ehhez hoztam egy üzenetet. Van, aki már ezt hallotta, illetve egy kérés és egy üzenetet. Van, aki ezt már hallotta, tudja. De hát itt nagyon sokan vannak, akik most fogják ezt meghallani. Ez egy személyes megtapasztalás, mégpedig 2007. október 2-a. Számomra egy sorsfordító nap volt, mégpedig hol? Medjugorjeba jártam éppen, sokan ismerik, lehet, hogy sokan voltak itt, éppen harmadszor. Amikor nem tudom, hogy miért mentem ki, csak két napra tettem arra egy kerülést, előtte kétszer többet eltöltöttem, de úgy éreztem, hogy valami hív. Valami miatt ott kell tennem egy kis utat. Gyönyörű október 2-i nap volt, mondom a páromnak, te menjünk fel az akkori páromnak, bocsánat, menjünk fel a jelenések hegyére újra. Minek? Menjünk fel. Felmentünk, és éreztem, hogy keresni kell egy nyugodt helyet, ahol leülhetek, és eltölthetek egy kis időt. Hát a helynek ugye az egyik részén találtunk egy ilyen kis nyugodt helyet, ugye jönnek állandóan az arándokok, éneklik az Ave Máriától kezdve a rózsafüzér, nem az én stílusom. És hogy leülök egy sziklára, nem volt a legkényelmesebb hely, olyan fáradtságot éreztem, hogy aludnom kell. Akkor ott előtte két éti korcsulát, semmi más nem csináltam, fülöttem, aludtam, jól éreztem magam. És ahogy elbóbiskolok a sziklán, lehúnyom a szemem, megjelenik egy fényrovak. És megszólal. Én vagyok Szűz Mária, Magyarország védőszentje. És akkor én még kicsit olyan félállandó voltam, azt hittem, hogy olyan jó tündér, szó szerint a dzsín, a palacból, és mondom, akkor sorolom a kívánságaimat. És akkor elkezdtem mondani a személyes problémáimnak a megoldásához a kívánság listát, ő meg csak hallgatott. Aztán, amikor befejeztem, akkor megint megszólalt, és még kétszer azt mondta, hogy én vagyok Szűz Mária, Magyarország védőszentje. Innentől kezdve én hallgattam. Rájöttem, hogy ez nem az a dzsír. Mit mondott? Én vagyok Szűz Mária, Magyarország védőszentje, és tudom, hogy a magyar nép most mély erkölcsi, politikai és gazdasági válságban van. 2007. október 2. De ne féljetek, én nem hagyom el a magyar népet. Megteszek mindent azért, hogy ebből a mély gazdasági, politikai és erkölcsi válságból kijöjjön, felemelkedjen. Bízzatok benne. Én nem hagyom el a magyar népet. Kivezetem ebből a mély gazdasági, politikai és erkölcsi válságból, hogy újra betöltse küldetését, újra nagy legyen. Az a kérésem, hogy ne legyen zavargások, anarchia, teremtsétek meg az egységet. Legyen rend és fegyelem. Küldök majd egy vezetőt, aki mindezt befejezi, és kivezeti a magyar népet. Csak az a kérésem, hogy legyetek egységben. Ne legyen anarchia, rendbontás. És bízzatok benne. És mihelyt megvan az egység, és ti bíztok benne, legyen a vezető. És elköszönt. Én meg felébredtem. Mint aki jól végezte a dolgát, felálltam és mutatom a párnak, na menjünk haza. És elindultunk a hegyről lefelé, és nem volt
voltam én teljesen magamnál, és azt hiszem tőle, hogy te láttál valamit? Azt mondja, nem. És hallottál valamit? Azt mondja, nem. És mondom, te mit láttál? Hát azt láttam, hogy ülsz a sziklán, alattunk egy kis szakadék, és így fél államban imbolyog. Azt mondom, féltem, hogy nehogy leesz. És akkor mondtam, hogy miért történt valami? És akkor elmondtam neki, hát ez, mondom, eddig volt ez a néhány, ez egy negyed óra. Tehát amit most elmondtam, ez a sűrített változat, hiszen a lényeg ebben van. És akkor elmondom neki, rám volt, hogy te ezt nem mondd senkinek. Nincs itt az ideje. Megfogadtam a tanácsát, mert még működő kiportmező, és mégis csak jövődik, ugye? Tehát azóta eltelt jó pár év, és közben azért, amikor olyan helyen voltam, olyan közegben jött a sugallat, hogy mondjad el, tudni kell az embereknek róla. És most jogosan feltettünk a kérdést, hogy akkor hol az egység, hol a vezető. Mert tőle mindig megkérdezték. 2013-ban jött egy más üzenet. Közben volt még egy-kettő, de most nagyon léptekkel haladok. Amikor ugye 13 őszén már elindult a 2014-es évre a kampány. Tudjátok, hogy ki lesz majd a kivezető út. És fölteszem a kérdést szűzanyának, így munka közben. Figyelj ide, hát már megint itt kampányolnak, mit csináljuk? Hol a vezető? Akit te megígérte 2007. október 2-án a helyet. És akkor jött a kérdés, miért megteremtettétek az egységet? Egységben vagytok? Egységben vagyunk? Köszönöm szépen, nem. Mondom, mit csináljuk? Hogy teremtsük meg az egységet? Azt mondja, menjetek el szavazni. Minek? Le van játszva minden, tudjuk, nem? 2014-től azt hiszem, hogy ez nem kérdés. Mondom, figyelj ide, amit mondta nekünk fönt a hegyen. Álljak ki az utcasarkok, a főterek, álljak fel egy hordor, amit ugye tudjuk, hogy volt ilyen is, és szavaljak. Nem. Menjetek el szavazni, de mondom, nincs értelme. És húzzátok át. Mondom, ez törvényileg értelmetlen, ugye? Ugye úgy gondoljátok ti, de biztok vagy nem biztok? Mi kit válaszunk? Az étlapon lévő közül, ugye mert a választás lap egy étlap gondoljuk el, melyik az, amelyik nem rontotta még el a gyomrotokat? Melyik, amelyik nem feküdte meg? Hát akkor, és mondom, mi lesz akkor, ha ezt megcsinálja? Figyeletlenül felébred több millió ember, elmegy, és azt mondja, ebből nem kérünk ebből az étlapból, csináljunk egy újat. Akkor már egységben vagytok, és kifejeztétek felénk, hogy képesek vagytok felépíteni egy új mátrixot, és megkapjátok a támogatást, és megjön a vezető. Kiment az info, körbejárt az országot, ezt úgy tudtam meg, hogy itt a Rúdiházban volt egy egészségnek, jön egy ismerős, és mindjárt örülök, mit kell csinálni. 14-re, és elmondta, mondott egy új ég. Mondja, hogy jött az, hogy valaki föntről hozta. 14-ben tudom, hogy sokan voltunk, akik így cselekedtünk, de nem voltunk elegen. Aztán 14. szeptember 15-én történt egy sorsfordító esemény, erről most nem beszélek, nincs itt az ideje. Szarajevóba. Ugye 100 év, 1914-2014. Most arról beszélek, hogy hol van az egység. Pócs doktornak köszönhetjük, megküldték az üzenetet. A szkíta önkormányzatokkal fel tudjuk építeni az új mátrixot. Az önkormányzatok rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, hogy amiért most sokan itt vannak és rettegnek, ugye az oltások, a pénzügyi rendszer, fel tudjuk építeni a sajátunkat. A trójai falut ismerik a történetét, ugye? Erőszakkal nem lehet neki menni, nem szabad ennek a mátrixnak. Építsük fel a sajátunkat. Mi kell hozzá? Oroszlánok. Dobó is megmondta, kevesebb oroszlán is több nyúlik, kevesebb oroszlán is több nyúlik, ugye? Kik itt az oroszlánok? Ki akar tenni? Azért,
hogy nekünk olyan életünk legyen, amit az unokáink örömmel fognak használni. Azokat hívjuk. És hol az egység? Megint hívásba kérik. Ugye 13-ban is mondták, hogy hívásba kérik. Aki úgy gondolja, hogy tenni akar, itt most vannak tagok, akiknél van hasonló nyilatkozat, kérem álljunk fel. A szünetben meg lehet őket keresni, és nyilatkozni lehet, hogy mit szeretnénk. Sokan vagyunk, de még nem elegek. És hadd zárjam ezt a pár percet Churchill Winstonnak két idézetével, két történetével. A második világháború elején az angolok nagyon csehül álltak. És én felmerült a parlamentben, hogy hát adjuk meg magunkat a németeknek. És hatalmas vita volt erről az angol parlamentben, és Churchill ment állított. Nincs kapituláció. És megkérdezte az egyik képviselő, hogy miniszterelnök úr, mit ígér a népnek a győzelemért? Hogyan fogjuk kivívni? Churchill egyet mondott, könnyel és vérrel. Könnyekkel és vérrel fogjuk kivívni a győzelmet. Tudjuk, hogy mi lesz a vége. A második világháború befejezése után Churchill meghívták egy nagy előadásra, hogy mondja el a győzelem titkát. Hatalmas sajtó, több tízezer ember vásra, Churchill, ahogy szokott, felöntve egy kis fagyállóval, bátorítóval, kis szivanyával, fölött pulpitusra, körbenézett, megkérdezte, akarják tudni a győzelem titkát? Én neki vártam nagy szavakat, és csak a következőt mondta. Ne add fel! Soha ne add fel! Soha, de soha ne add fel! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most megkérem az előadókat, hogy üljenek ide, és várom a közönségtől a kérdéseket. Jó? Konkrét kérdéseket. Bármivel kapcsolatban. Igen, akkor elsőként már ott ketten jelentkeznek balra, már föl is állt az a sárga. Most oda milyen mikrofon tudjuk, adjuk meg a csipőbe. Nekik kell egy, és ott van a másik. Ott van az álló. Hol a másik? Az álló, hol a másik? Lehet akkor a kérdés, halljuk meg. Hogy a gyerekért a szülő a felelős. Mondom ezt szülőként,
nagyszülőként is azt mondom, hogy a szülő a felelős, tehát nem igazán lehet beleszólni olyan dolgokba, amit a szülőnek kell előtennie. Úgyhogy én azt gondolom, hogy legyünk mindenben erősek, hogy ezt így gondoljuk akkor is, hogyha nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor a hatóságokkal, esetleges kollégákkal kell erről a dolgot beszélni. Köszönjük szépen a választ, én is így gondolom. Isten előtt a szülő a felelős, mi vagyunk felelősek mindennel, és Katalinnak üzenem, hogy sose hagyjuk fel kapcsán, az idő Isten kezébe van. Ha most ez nem sikerült a múltkor, most majd sikerülni fog, ezt minden előadalom mondom. Tehát bízunk benne, hogy ha eljött az idő, akkor most fog sikerülni. Kérem a következő kérdést. Jelenleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert elfogadtunk törvényeket, amit Európára érvényesnek mondtak ki. Ezt a 30 ország közül 12 elfogadta, mint Magyarország, a többiek nem. De mi benne vagyunk. Törvénybe iktatták, és aki ellene szegül a törvénynek, az falnak ütközik. És nem tudjuk megváltoztatni. Vannak nagyon-nagyon szigorú szabályok, amiket lefektettek, de ezen alig van kibújó. Na most én már itt az előadásomban előrevetítettem azokat a hibákat, amik a rendszerben benne vannak, és amikkel érvelni lehet. Továbbiakat keresünk, és le fogunk ülni a döntéshozókkal, és megpróbáljuk egy kerekasztal keretén belül megbeszélni, és jobb belátásra bírni őket, hát ha sikerül, hogyha egy egészséges nemzetet szeretnénk fölépíteni. Mert autista gyerekekkel nem tudunk nemzetet építeni. Csak megjegyzek még egy mondatot, ugye friss hír, Szent István díj, ismerős? A keresztény egyháznak a díja. Müller Cecília kapta a keresztény egyháztól. És azt mondta a illetékes vezető pap, hogy nagyon nagy istenhívő, stb. Stb. Hát köszönöm szépen, aki így hazudik, hogy ugye akinek a Covid-tesztje pozitív volt, az mindent, hogy elütötte az autó, vagy felakasztotta magát, Covid-áldozatnak számított. Ezek után. Tehát itt állunk most, nekünk kell mozogni, nekünk közösségbe, azért kell a közösség, mert közösen tudjuk majd megmozdítani ezt a társadalmat. Köszönöm szépen, menjen a választ! Üdvözlöm, mindenkit, Özsér Máté vagyok, gyakorló apuka, és igazából itt elhangzottak azok, hogy alakult közünk, ki a szabályok, stb. Most egy út előtt állok, amit szerintem sokan már előttem végigjártak, de hogy az a kérdésem, hogy itt most is lehet, hogy ez a kérdésem megjelenik egy előadásban, megkapnám a választ. Egy konkrétan kutatót fogja ahhoz kapni, hogy gyermekorvosnak beadom az iratkozatot, értelemszerűen nem fogja aláírni. Jön a gyám, hogy ő mivel fenyegetőzik. Erre a fenyegetésre én ilyen törvényismeretével várhatok vissza, hogy védekeztetek. Utána hogy megy tovább, mik a lehetőségeim, stb. Mert úgy gondolom, hogy ezt azért elég sokan végigjárták ezt az utat, és hogy lesz-e arról szó, konkrét útmutató törvények, mit mond az orvos, mit mond egy ám, hogy nekem valójában mire van lehetőségem, törvényes keretek között, mi rendünk, stb. Erre csak így mondok gyorsan egy választ, még lesz majd egy előadó Bokány Lajos a Ne Bánts Világtól, akik már évtizedek óta csinálják ezt. Ezt a kérdést majd nekik teszünk föl, jó? Tehát ők erre tudnak válaszolni, hogy mi volt, mi a tapasztalat 30 év alatt, jó? Köszönöm, és akkor konkrét útmutató is lesz. Tessék, utána lesz megint egy kerekasztal a következő előadási sorozat után, jó? De akkor itt van előre egy... Értem, most egy konkrét útmutatót fog adni a Ne Bánts Világ. Igen, a végén majd Józsi barátunk is hozzászól, jó? Tehát készüljünk arra, hogy ezt az ügyet majd ott tárgyaljunk meg, jó? Konkrét kérdéseket az előadók felé, tehát ami gyerekkel kapcsolatban van, mert itt elő vannak ketten is, itt elő. Fogunk válaszolni erre a feltett kérdésre hamarosan. Itt van, itt is van, itt. Tegyük fel a kezet, hogy
Itt jobbra, Erzsébet, mindenki. Lesz Mária vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy közel a mikrofon. Hogy milyen lehetőség van arra, hogy a gyermekoltásokat ne nemzetközi, hanem magyar felület alatt állítsák elő, tehát hogy magnézium foszfát kerüljön be a mérgező adjuvánsok helyett. Egyelőre semmilyen nincs injekció, ugye Magyarországon ezt megválaszolhatom helyettek is, tehát nem tudjuk csak behozni. Sajnos itt, amint Dánia már igényelt olyat, hogy alumíniummentes oltást is csináltak, tehát van ilyen, de a magyar kormány egyelőre nem reagálja ezt. Gondolom, ha van hozzá akartok szólni, szóljatok hozzá, de röviden ennyit erről egyelőre, hogy sajnos ezek jönnek kívülről. Csak annyit mondanék, hogy a japánok például annak is jó lehet, hogy ők például a kanyaroltást egészen másként gyártják, mint ahogy az a oltás, amit mi voltunk. Nem beszélt valahogy ugye egy egyedire hagyják. Ha lesz is oltóanyaggyár Magyarországon, mert ugye tervezik, hát fogalmunk sincs, hogy én azt gondolom, hogy a mikrofonás mondott, abban kéne belekapaszkodni, hogy le kéne ülni, ugye éppen a felelősökkel elmondani, hogy mi a probléma. Én mindenképpen a szerint megoldásoknak a híve vagyok, a megnőzésnek, a párbeszédnek. Én a homeopátia útját járom, egy kényszerint gyógymód, de következetesen ragaszkodni kell ahhoz, hogy ennek a dolgok megoldódjanak. Csak az a baj, hogy mi nem tudunk erre konkrét választ adni, mert próbálkozunk azzal, hogy valami történjen, és legalább hogy legyen szobáljanak. Ahogy a múltkor is említettem, a kanyaró betegségnél teljesen értelmetlen, hiszen már bizonyított tény, hogy 5G-vel elő lehet állítani Kawasaki betegséget, a Kawasaki betegség 60% a Kawasaki, 40% a kanyaróvá megy át. Tehát el tudjuk, mesterségesen tudjuk előállítani. Ezek géni sorrendek, szekvenciák, mesterségesen tudunk szekvenciát, ami a kanyarónak a szekvenciájával megegyezik. Tehát a tudomány hallgat erről. Jó, nézzük tovább, következő. Szeretném megkérdezni a doktornőt, hogy a mostani vakcinák, amik mRNA-s alapon lesznek, hogy a homeopátiás szerek hogy hatnak? Mert a régen erre tudjuk, hogy így. Köszönjük a kérdést. Jó kérdés. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy általában a homeopátia hogyan hat, akkor nagyon őszintén azt tudom válaszolni, hogy senki nem tudja a feleletet. Kicsit közelebb a mikrofon. Viszont amire nagyon büszke vagyok, hogy magyar kvantumfizikusok dolgoznak azon, hogy kiderítsék, hogy pontosan miként és hogyan hat, hogy dolgozik a szervezetben a homeopátia. De amit mondtam, a hatékonyságra, tehát arra, hogy de hatásos, arra nagyon sok bizonyíték áll már a rendelkezésre. De konkrétan az mRNA-s kérdezi. Azt kérdezi, hogy mRNA-s oltás esetén. Az mRNA-s, igen, most az úgy, én mondom, hogy megvan őszintén, halál őszintén, hogy én nagy dilemmában voltam a tekintetben, mert hogy erről is van, hogy létezik kivezetőszer oltás, hogy az oldal. Közelebb. Egyenesen beszélni, befelé, lefelé tartani, úgy? Így jó, most. Igen, így most. Tehát, hogy létezik, ugye az emeletes oltásokból is, oltás is az oldal, tehát a kivezetésképpen lehet ezt adni, és én nagyon kétségbe voltam azt, hogy ennek bármi hatása lehet, és úgy tűnik, hogy valahogy én is rendbe tette azokat a szervezeteket, akik károsodnak, nem, és akik nem ezt alkalmazták. Én most nem tudok itt számokról beszélni, és itt mi a kollégák egymást között azért szoktuk ezekről a dolgokról hát, beszélni, lesz, nem de nem tudom, hogy most ebben a tekintetben is működik a dolog, nyilván nem mindenki viszont csinálni, tehát hogyan csináljuk, és azt mondjuk, hogy mindenki lehet abszolút teljesen visszaadja a dolgokat, de nem működik, nem megpróbáltuk. A beadásnál ez nem volt, tehát itt nem volt ilyen, hogy védelemben adni az oltást, mert ugye fogalmunk nem volt arról, hogy mi az összmag, utólag, igen, gyakorlatilag oltáskivezetésként, tehát amit a
előadásnak a második részében mondtam, magas kivezetésként működik 30-200-as, és azt végig kell csinálni, ez egy elég hosszadalmas és választó dolog, de úgy tűnik, hogy működik. Azt gondoltam, hogy igen. Jó. Most pedig hallgassuk meg Iber Jenő kollégánkat, aki szintén Svájcból. Közelebb a mikrofon. Nevem Iber Jenő. Katival együtt csináltuk a kötelező helyet választható nevű mozgalmunkat, mégpedig 2009-2017. Lassan elaludt, mert elfáradtunk, meg kell mondanom nektek őszintén, elfáradtunk. Mert az eredmény nulla volt, még kevesebb, mint nulla, mert a Katit az orvosi kamara beterelte, és az orvosi kamarával kellett küzdenie. Hála Istennek nekem nem ez volt, mert én akkor még sajtban éltem. No, ehhez a kérdéshez, hogy a homeopátia hogy működik, vagy nem működik, ehhez a Kati már hozzászólt. Én annyit tudok nektek mondani, hogy a homeopátia az mRNA oltás által kiváltott károsodásokra is hat. Nekem van ennek megfelelő tapasztalatom. Tehát, hogy a beszerzitek a oltási nozódát, amiről Katimán mesélt, és annak a megsérült embernek, aki ettől a Pfizer-től vagy a Modernától megbetegedett, és azzal a tempóval beadjátok, mint ahogy azt elmondta, akkor lényeges javulást, talán gyógyulást is lehet elérni. Tehát tessék ránk hallgatni, és alkalmazni ezeket a módokat. Köszönöm. Igen, mivel minden rezgésen alapul, ezek a nagódák is rezgésen alapulnak, tehát be tudnak avatkozni, ha megfelelő szintű rezgést alkalmazunk, ami jó, mint az emberi, nekem is magas lesz a rezgésem, akkor egy pohár arzét megihatok, és akkor se lesz semmi baj, ezt így kell elképzelni, mert olyan magas szinten rezgek, hogy a káros anyagok, a alacsonyabb szintű rezgések nem okozhatnak benne baj. Ezért kell ezt is használni, amit Jenő barátom mondott. Jó? Volt egy olyan diál, amit nem vetítettem, mert én nem akartam a Covid-ról ebben a körben beszélni. Külföldről lehet beszerezni ezeket a kivezetőszereket, pontosan meg volt azon a diál, hogy a megkérdés, emlékszem, hogy belemagni ezt, hogy honnan be lehet szerezni, és hogyha valaki erre kíváncsi, akkor majd elveszünk, hogy ezt a diát, vagy mit tudom, hogy elküldök, de a gazdag réten ne próbálkozzanak e tekintetben, csak a gyerekkori oldások. Kijöttem ide, mert nem szeretek hátat hódítani senkinek. És az első kérdésem az, hogy ismerik-e Barabási Albert Lászlót, akinek a Hensz-Manévre utca 5-ben van egy lakása, és Bosszomban a kutatóintézete, hálózatkutató. Másfél évvel ezelőtt Csíkszeredán egy kiállításon a Mikó kastélyban láttam azt, hogy 20 különböző szerről mutatta ki az a csoport, publikálták is, ami a Covid vírus megöli. Egy legismertebb az ivermektin, és ugye itt mind, amiről beszélünk, a legnagyobb probléma az, hogy kényszerek alatt élünk, és a kényszerek ellen kell cselekedni. Én nem vagyok annak a híve az utolsó főszólalónak, vagy az utolsó előadónak, hogy valamit kezdjük a nulláról, mikor hatalmas munka van már az elődeink által számunkra rendelkezésre áll, ezeket fel kell használni. A hatalmat kell megszerezni, megfelelő, lehetséges módon. Tudom, hogy nehéz, de ez egy másik, tehát a cselekvés a legnagyobb probléma, és azt sem tudtuk elérni, hogy az ivermektin Magyarországon engedélyezik, és egyszerűen olyan mértékben föl vagyok háborodva, hogy ezt megakadályozták, sőt bűncselekményként elindítottak eljárásokat, most éppen nem jogerősen fölmentették azt a gyógyszerész hölgyet, aki beszerzett külföldről, nekem is van, nem kellett használnom, mert még csak maximum köhögtem 21 és 22-ben, nem engedtem magam oltatni, nagyon nehéz volt,
mert két fiam Németországban él, és a határon átmenés olyan tapasztalataim vannak, amit most nem tudok elmondani, de a lényeg az, hogy megtagadtam, hogy az orromon keresztül teszteljenek, és az utolsó előadáshoz rendkívül nagy örömmel hallgattam, mert én éppen ezt mondtam egy gépészmérnökként, hogy hát bennünk van a vírus, bármikor ki lehet mutatni egy PCR tesztel, hogy fertőzött vagyok, miközben semmi bajom nincs. Meg is úsztam, nem is lettem beteg, sajnos a három gyerekem mind a három be van oltva, ezért is jöttem el, hogy a következő színház hisztéria ellen hogy tudjam nekik tanulni a barátságot adni, hogy védekezzenek. Én hiszek, én beszéltem előtte Alfreddal, ő azt mondja, hogy megpróbálják ezt újra meg, de meg fogják próbálni. És nem tudom, hogy mit tegyünk. Tehát kérdezem, hogy mit tegyünk az ellen. Én megúsztam, de az egyetemre áll a gyerek, vagy a lányom, aki kénytelen utazni a világban, nem tudott repülni, beoltatta magát. Szerencsére megúszták, nincs különösebb baj, most van azért, de ez az egyik. A másik pedig az, hogy én kérdezem, a homeopátia, nem is tudom, 30 évvel ezelőtt kezdtem vele foglalkozni, vagy egy méter könyvem van, megvannak a legfontosabb könyveim, nagyon a híve vagyok. Azon csodálkoztam, hogy a homeopátia, ugye a homeopáta orvos, az nagy időt száll arra, hogy a szervezetet egységben nézze, és nem csak fölírja gyorsan az antibiotikumot, vagy bármi gyógyszert. És ugye erre nem nagyon van alkalom, vagy idő, és ezért néha olyan szereket használunk, vagy használtam én is, amiben több hatóanyag van, miközben a homeopátia egyik alapja, a hasonlót, a hasonlóval a gyógyítsak, hogy egy bizonyos szer találnak. És az a kérdés, hogy lehet, hogy a Grip-Hail, amiben vagy 7-8 szer van, szerencsére Németországban működik a homeopátia gyógyszergyártás, hogy ez mégis hatott olyan mértékben, ezzel nagyon alatt tudom támasztani a homeopátia gyógymódját, hogy én valamikor 85-ben voltam influenzás, és bevettem ezt a szert, azóta még csak lázas sem voltam, és a Covidot is abszolút problémamentesen elvégezte, vagy hogy... Jó, köszönjük röviden, mert ugye kérdés kell... Bocsánat, én tudom, hogy sok. Köszönjük. Egyébként a háborút nem az angolok nyerték meg, hanem az amerikaiak. Jó, köszönjük szépen. Akar valaki válaszolni ennek kapcsán? Nincs, akkor még vagy két kérdést tudunk, akkor nézzük itt. Egyet itt előre és egyet hátulra, aki ott nagyon akar mondani, fölállt, ő lesz a következő, és bezárjuk, utána szünet és folytatjuk, még lesz még egyszer ugyanilyen. Köszönöm szépen, Dr. Martínez Adrián vagyok, 20 éve én is az alternatív területen. Én a kuti kollégáminek szeretném megkérdezni, hogy meddig nem késő még valamilyen fajta kivezetéssel már az oltást követően. Tehát, hogy mi az a hatékonysági időkorhatár van-e? Soha nem késő. Soha még ezt mindig megpróbálnám. Csak ugye én azért szeretném javasolni a oltásvédelemben című szöveget, mert ez sokkal egyszerűbb. És ugye a oltással párhuzamosan történik maga, amikor már kivezetünk valamit, mert valami probléma van, az sokkal időigényesebb, és hát mondjam, sokkal bonyolultabb folyamat, de én bármit, tehát hogy határtól függetlenül, hogy biztos, hogy megpróbálnám. Köszönöm szépen. Én még arról is szeretném már kérdezni, hogy ez a fajta szolgáltatás, mert én látom a betegeimmel, mennyire fontos a táplálkozás megtalálítása, hogy van-e Magyarországon ennek valamilyen szervezetformája, vagy valami irodalom, ami elérhető ezekkel a kérdekelnek. Köszönöm. Van egy angol nyelvű weboldalunk, az átkötőjel dresearch.med, azon rajta vannak a készítmények, rajta vannak a működési elve, valamint a tudományos közlemények, amik ehhez kapcsolódnak. Páciens eset tanulmányokkal együtt, és ezek a készítmények, amikről itt beszéltem, ezek több mint 20 évesek, de Magyarországon már elérhetőek az elmúlt 4 év óta. Egyelőre csak ilyen egyedi rendelésre készülnek, van egy orvos barátom, akinek a laboratóriumából csináljuk. Jó, és akkor a honlap nevét hangosan tett közel. A honlap az
tehát www.pont A kötőjel D, A kötőjel D-research.net. Érthető volt? Nem. A kötőjel D research. Research. Rese arc. Rese arc. Igen. Rese. És mi van még itt rajta nincs? Mert, jó, A kötőjel D research. Pont net. Jó, írjuk föl. És próbáljuk meg akkor elérni. Jó, köszönjük szépen, és akkor még egy kérdés van. Honnan? Rövid kérdés. Én Géza Sándor vagyok, egy erkölcsi etikai kérdést szeretnék feltenni, egy kíváncsi a véleményünkre, hogy egy ilyen társadalom, ami évtizedekig komoly tanulmányokat végez, felesküszik az igazságra, az egészségre, mi az, amitől, milyen érdekeltségi rendszer az, ami ilyen konok ellenállásban is cinkos, sárga tartja őket ezekkel a témákkal kapcsolatban, amit most felvetettek. Nem értettük igazán a kérdést. Még egyszer mondd már erre minden. Tehát ahogy... Magyarul az orvos társadalom miért áll ennyire konokul, cinkosul egy olyan konosz rendszer mellett, amit az egész világot elfertőzte, ilyen anyag által elfogott vakcinák beadásával. Köszönjük a jó kérdést. András, a köszönjük. Majd én is válaszolom. Van az a pénz. Ez a rövid válasz, és a másikat már hallottuk az első elő, az utolsó előadásban, hogy amikor a pénz betette a lábát az egészségünkbe, ez az 1912. És attól kezdve ez szilikál. Megint csak a pénz. Az egészség az egy haszongyártó, és hát én idéztem a gyógyszergyártóknak, a főnökének, hogy hát ez számukra is nagy haszon. Hát így működik a rendszer. És csak ezt lehet, semmi más. Hát egészségügy. Én például a táplálkozásról egyetlen mondatot nem hallottam a 6 éves egyetemi tanulmányom alatt. És a mai napig sem beszélnek róla még. Holott döntő, és az egészségünk alapja, hogy mit hiszünk be. És sajnos van egy cég, az előbb említett B-vel rövidített nagy cégek, ugyanazok vezetik a táplálkozás tudományt is, és már az táplálkozásunkkal előkészítik az egészségromlásunkat, amire azután megvan a megfelelő megoldás, a tablettázás lehetőség szerint az életünk végéig. És akkor megvan oldva a probléma. Jó, köszönjük szépen. A táplálkozás fontos, és a megelőzés, ezt nem oktatják. Az az igazság, hogy az egyetemen arra tanítanak, hogy csak azt fogadd el, ezt én saját magam tapasztaltam az orvos fiamat, ugye, amit mi mondunk, tehát ezt mindig hozzáteszik, és ne olvasd más, csak a hivatalosat nézzed, és úgy engedik ki, hogy ő úgy veszi, hogy amit neki tanítottak, meg aki neki mondta, az a minden. És nem olvas el a más forrásokat. Lelkileg, másik pedig, hogy lelkileg még egy végzett orvos nem érett arra, hogy átérezze a betegember helyzetét, a betegember állapotát, tehát azt, hogy beszélgetni kell vele, lelkével is kell törődni, lélek nélkül nem gyógyul a test, tehát a kettőt össze kell fűzni, jó kapcsolatba kell lenni. Nekem is 180 fokot kellett fordulni az orvos egyetem után, hogy ide jussak, ahol ma vagyok, jó? Tehát ezt meg kell érteni, de előbb-utóbb idővel mindenki el fog jutni oda, hogy itt lépni kell és változni kell. Köszönjük szépen! Akkor... Már nem tudunk, mert lejárt az idő, majd folytatjuk a másiknál a következőnél, jó? Tessék? Hadd mondja. Na akkor egy rövidet, igen, jól van. Közel a mikrofon. Annyit szeretnék megkérdezni, hogy önök szerint van-e csip a Covid oltásokban? Nanorobot, persze. Igen. 100%. Hát ezt mindenhol kimutatták, tehát ez egyértelmű. Erről beszéltem az előbb, hogy mivel már nem a homlok meg a kéz bőrébe kell tenni, belemegy a, hogy hívják van. Na akkor, és akkor 5 óra, 5 perckor találkozunk szünetre, a Józsi Béknek szóltól. Többször fölvetődik.
között, és azt éreztem a kérdésekből, hogy hiányolják azt a fajta diskurzust, amit a Mechanical America indított el ugye a előző előadásokon. Szeretném elmondani, hogy a SZKITA Egyesület mindent elkövetett, hogy Mechanical America és néhány más ügyvéd is sorosabban kapcsolódjon az Egyesülethez. Sajnos ez nem valósult meg, nem haragszunk egymással, csak valamiért ő inkább ezt a privát világot választotta, és nem annyira akar szorosan együttműködni velünk. Semmi probléma, őt mindig meg lehet keresni, ő nyilvánvalóan azt, amit elkezdett, azt csinálni fogja, de mi, mint egyesület nem szeretnénk a tagjainkat cserben hagyni, hogy ez a fajta diskurzus megszakadjon, ezért újraindítjuk. Elmondanám örömmel, hogy van közöttünk egy érintett anyuka, aki egészen véletlenül ugyanolyan helyzetben van, mint Mihalik Angelika volt, mert hogy ő is ügyvéd volt, és most nem praktizál már szorosan, de kapcsolódik hozzá majd ügyvéd is, meg ügyvéd csapat is. Azon vagyunk, hogy ezt újraépítsük, és ő kész arra, hogy már elkezdjen kommunikálni azokkal a szülőkkel, akik valami ilyen szituációban vannak, hogy szükségük van a jogi segítségre. Ő pedig kisvidéki Henrietta. Kérem, hogy álljon rá fel, és lássák azoknak szóigényen szokták a dolgok. Szeretettel üdvözlök mindenkit, kisvidéki Henrietta vagyok. Igyekszem az Egyesület munkáját jogászként segíteni. Jelen pillanatban nem praktizálok ügyvédként, nem tudom, hogy ide vissza fogok-e forogni valaha, viszont Józsi azt mondta, hogy egy ügyvéd kollega, illetve egy újabb ügyvéd csapat is összeállt. Én jogi tanáccsal fogom segíteni az Egyesület munkáját. Forduljatok bátran az Egyesülethez szerintem a e-mail címeken, a weboldalon, és össze fogunk hozni szerintem még akár a jövő héten egy online tájékoztatót, és én felkészülök jogilag. Angelikát jól ismerem, Dora Márkit is jól ismerem, úgyhogy velük is fogok egyeztetni, senkit nem hagyunk cserben, jó? Úgyhogy megígérem. Én is érintett szülő vagyok, az én kislányomat már a BCG oltás után agyvérzést kapott, a két éves oltás után lett egy olyan epilepsziás görcs, hogy másfél óraig nem tudták oldani, a hat éves oltása óta pedig kerekes, székes és középsúlyos értelmi sérült. Most 13 éves kerekesszékben élünk, 70 fokos gerinckörbülettel, minden az oltás következménye. Úgyhogy én átérzem minden egyes szülőnek a helyzetét, és nekem is van még egy 8 éves kislányom, akit mindentől szeretnék megmenteni. Úgyhogy állok rendelkezésetekre. Nagyon köszönjük, hogy kisvidéki Henriettának, hogy beáll közénk és vállalja azt a nemes feladatot, ami igazán nemes lesz, hisz mindannyian tudjuk. A szünetben arra kérlek benneteket, hogy akinek van kedve, fotózza le itt a kirakott, hát elég csúnya képeket, ugyanis a halálozások vannak fönn, amit a Facebookról szedtem le, és benne vannak még régebbi oltások is az előző újpesti tüntetésünkről, hiszen már akkor is elmondtuk, hogy nem kellene oltakozni, de nagyon sokan nem vették figyelembe. Köszönöm, szünet, mert itt van. Akkor maradjunk napra, hogy 5 óra 10 perckor találkozunk itt, jó? 20 perc szünet van, hogy érkezzen mindenki. Hello. Egy jó fátogató kukorica. Igen. A parkoláshoz, aki még nem kapott kártyát, az jöjjön ide ahhoz.
és akkor viszont itt várjuk, hogy meg most pillanatot. Jó, megyünk, én iszok egy kívül. Fia, láttalak, hogy tudok alatt. Nem, 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 nem. Hogy akarok kérdezni? Hogy akarok? 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 Hogy